Celsius hőlemeze csak felnőtteknek. Meg ne halljam, hogy valaki a gyerek kezébe adja. Csak felnőtteknek. Ezt nem teszi zsebre, ezt a magnóba teszi. A kazettában anyajegy, többes sorsjegy van, egy új zebra siker a 100 falktól. A villamos energia mindennapi életünkben nélkülözhetetlen. A háztartásokban használt kisfeszültség sok helyen légvezetékeken jut el a fogyasztóhoz. A nagyobb távolságra történő villamos energia szállítás nagy feszültséget igényel. A nagy feszültségű vezetékeket, szerelvényeket is biztonságosan telepíti az áramszolgáltató. Ha szabálytalan aláépítéssel vagy veszélyesen megközelítve megsértjük a biztonságos távolságot, az balesethez vezet. A keletkező ív életveszélyes sérüléseket okoz. Távolságtartással tiszteljük a nagy feszültséget. Budapesti elektromos művek. Kedveket csókolom, hölgyeim, jó reggelt kívánok, uraim, mint tetszenek látni ma. Zalatnai Cina altával vezetjük együtt a műsort, nagyon-nagyon örülök ennek. Cini egyelőre rettentő jó ízőeken kacag, de közvetlenül adás előtt szokásomhoz híven szamárságokat beszéltem neki, de most már úgy látom, hogy magához tért, könnyeket is kitörölte a szemesarkából, és valami rendkívül fontos bejelenteni valókra készül. Hát igen, azon kívül, hogy én is azt mondanám, hogy szép jó reggelt kívánunk, kicsit álmosan bár a tegnapi este után, de... Hogy a költőt kicsi szabadon idézzük, megfogyva bár, de törve is. Szóval úgy kezdenénk, hogy a vasárnapi Turmixnak új címe lesz, illetve van, 1054 Budapest, Steinlimmer Imre utca 6, második emelet 208-as. Van új telefonszámunk is a szerkesztőségnek és a közönségszolgálatnak, 13 13 582, 11 17 440-es. A sok-sok játékunk mellett, ugye Tili Toli, Quiz, Bowling, IKEA játék, stb. Lesz egy új is, a Star Toto. A vendégünk Bodrogi Gyula lesz, a többit majd 9:30-kor megtudhatják, és lehet jelentkezni a játékhoz telefonon. Ne röhögj rá. Nem, dehogy is, érdeklődünk, figyelj. 15 30 233-as telefonszámon. Ezek tényleg nagyon fontos információk voltak, és kérem szépen, most csak így előzetesként annyit szeretnék önöknek elmondani, hogy mai adásunkat a siker köré csoportosítottuk. A siker, mint olyan, és egyáltalán, hát erről az Zalatnai Cini ma igazán, hogy mondjam, kompetens beszámolni önöknek, hiszen elnézést, hogy egy másik televíziós műsorra utalok. Tegnap este volt egyszer egy fesztivál című élő egyenes adásunkban, amit a Madás Színházból közvetítettünk. Cini bizony-bizony nagyon-nagyon megérdemelten kivette a részét a sikerből. Na meg hát április van, igaz, már nincs elseje,
hanem ugye hatodika van, ha jól tudom. Öt pláne. No, hát akkor éppen csak elsője után vagyunk, épp elsője után egy kicsivel. Lesz némi kis áprilisi bolondozás is. De most inkább nézzük, hogy milyen idő várható így április elején. Bármilyen megdöbbentő, de itt most áprilisban tavaszon országszerte, minden kellékével együtt, tehát lesz itt magas hőmérséklet, lesznek felhők, lesznek záporok, és lesz még napsütés is. Nézzük egy pillanatra a műhold képet, és abból mindjárt látjuk, hogy a földközi tenger környékén egy ciklon kavarog, és azt a déli szél észak felé sodorja, tehát keresztül Magyarországon, és ez nagyjából meghatározza időjárásunkat. Igaz, hogy a műhold képen nem igazán látszik, hogy egy kicsit vagy kicsit a nap, de ha megnézzük a magyarországi tájakat, akkor már láthatjuk, hogy azért ez a felhő nem annyira veszélyes, sőt, mint látjuk, többfelé napsütésre is számíthatunk, és bizony a hőmérséklet helyenként akár 24 fokra is felmehet. Igaz, ahol viszont zápor van, egy picit lejjebb csökken ez a hőmérséklet, tehát javaslom, menjenek el kirándulni, menjenek sétálni, használják ezt a jó időt, de ne felejtsenek el esernyőt vinni, mert természetesen aki visz esernyőt, az biztos nem fog megázni, mert ott nem lesz eső, de aki nem visz, az garantáltan kap egy kis záport, úgyhogy erre mindenképpen készüljenek. És akkor nézzük meg elsősorban a horgászok kedvéért, hogy mi a helyzet a holddal, mikor kell, mikor nyugszik. És talán nézzük meg a kirándulók kedvéért, hogy mikor kell és mikor nyugszik a nap. Azt hiszem, aztán mindenki tapasztalta, hogy most már bizony jó hosszúak a napok, hál' Istennek és szerencsére. Aki pedig nem csak a holdra és a napra kíváncsi, hanem a csillagok állására, és még arra is, hogy a csillagok állása vajon milyen hatással lesz rá, hát az viszont nézze a horoszkópot velünk együtt. Prognózis a következő hétre Kordován Vid összeállításában. A hét közepén a nap diszharmonikus helyzetbe kerül az Uránusszal és Neptunusszal. Ha ebben az időszakban fontos dologban kell döntenünk, azt később érdemes lesz felülvizsgálni. A kosnak. Ön mostanában ünnepli születésnapját. Gratulálunk! Jó hír, hogy kapcsolataiban az érzelem és észszerűség szerencsésen találkozik. A bikának. Az üzlet a pénzügyek intézése nem látványos, és sok munkát terhet jelent. Abban viszont bízhat, hogy minden kis lépés meghozza a gyümölcsét. Az ikreknek. Ha a hatóságokkal gyűlik meg a baja, tapintatosan érzékeltesse szellemi fölényét. Ez a taktika eredményes lesz. A ráknak. Jó hír nevét, rangját erősíti, ha minden ügye jogilag tisztázott és egyértelmű. Az oroszlánnak. Joggal lehet optimista, mert barátaira mindig számíthat, akár a magánéletében, akár ha munkahelyi problémái támadnak. A szűznek. Néhány problémájával nehezen tud megbirkózni. Gondolt már arra, hogy ezeket részben magának köszönheti? A mérlegnek. Egyéniségét, jellemét az ember születésével kapja. Azonban ön is tehet valamit azért, hogy szebb, jobb, eredményesebb legyen. A skorpiónak. Erős ösztönzést érez, hogy valami új dologba, vállalkozásba kezdjen. Tárgyalásra, ügyintézésre a csütörtök lesz különösen alkalmas. A nyilasnak. Kudarcok és kellemetlenségek érhetik. Ezeket ön úgy védheti ki, ha kevesebbet, de jól jelszóval dolgozik. A baknak. Akár családjában tesz rendet, akár hosszú távú stratégiát dolgoz ki, mindig az észszerűséget tartsa szem előtt. A vízöntőnek. Szerelemre, kalandra, kedden vagy szombaton számíthat. Csütörtökön azonban legyen óvatos. A halaknak. Törődjön egészségével, kondíciójával. Ha jobb a közérzete, akkor problémáit is könnyebben megoldja. Hát rövid kell bevezetőmben, ígértem, hogy egy kicsit majd bolondozunk is, lévén április. Hát kérem, ennek eljött az ideje. Oh.
Jópofa marhaságok voltak ezek. Kedves nézőink, itt ül mellettem jogi tanácsadónk, dr. Szabó Péter. Hát kaptunk egy kérdést, többet is. Az elsőt felolvasnám, annál is inkább, mert egyszer nem is értem, hogy miről van szó. Mert remélem, hogy ön viszont igen. Az egyszerűbb gazdasági társaságoknál, például GMK, amit már nem lehet alakítani, betéti társaság, közkereseti társaság, a közös képviselőt megilletik-e ugyanazok a tisztségviselői jogosítványok, mint a jogi személyiségű társaságok vezetőit? Hát én csak annyit fogtam, hogy a sikerről van szó, szóval gondolom a igazi sikeremberek a vállalkozók. A kérdés tulajdonképpen az igazi sikeremberekre vonatkozik, hiszen sikert nem csak nagyban lehet elérni, hanem kicsiben is. Tehát sikerember nem csak egy részvénytársaság elnök vezérigazgatója lett, egy KFT ügyvezetője, hanem egy jól működő GMK-nak vagy betéti társaságnak a közös képviselője is. Eddig még nem módosították múlt év decemberében a társasági törvényt. Hátrányosabb helyzetben voltak ezek a közös képviselők a jogi személyiséggel rendelkező cégek képviselőihez. Ezt a törvény eliminálta, egységessé tette, tehát egy jogi sikernek lehet elkönyvelni azt, hogy a gazdasági társaságok vezetői egységes megítélés alá esnek. Értem, nagyon szépen köszönöm. Mondom, én se a kérdéssel a választ nem értettem, de mindegy, hát még ez a műsor nagyon jó lehet. Viszont itt az ideje, azt hiszem, a Tibi Tolinak, ugye Eszter? Így igaz, jó reggelt kívánok. Van valaki a vonalban? Nem kell, sokan, Miklós Sándor vagyok, Nyíregyházáról. Üdvözlöm. A játékot gondolom ismeri. Igen. Igen, kezdhetjük is? Igen. Jó, akkor a gép már is összekeveri. Azt kérem, hogy a Peugeot oroszlányának a lábaira figyeljen nagyon, elnézést, az egy pici könnyítést fogadni. És nyilván akkor tudja, hogy amíg a Rare Peugeot felirat el nem fogy, addig van ideje. Indulhatunk. Ötös. Nyolcas. Hetes. Négyes, ötös, hatos, hármas, kettes, ötös, nyolcas, hetes, ötös. Az nem lesz jó. Négyes, ötös. Nyolcas, kilences. Hát gratulálok. Ön 5100 forintot nyer. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy játszott velünk. Viszontlátásra. Hát barátom, gratulálok, én tudtam arra összerakni ezt az oroszlánt. Hát kérem, ugye én már többször is említettem, a mai adásunk a siker jegyében zajlik, mert remélem ennek az adásnak is lesz sikere. De vajon a szerencse befolyásolja-e a sikert? Sokan a szerencsejátékon való sikert is sikerként könyvelik ezt. Mindezsak azért mondom, mert Magyarországon szaporodnak a kaszinók, legalábbis a kaszinók száma növekszik. Hát most egy ilyen kaszinó látogatás következik. Ez nem áprilisi tréfa, hirdeti a reklámszöveg. Én nekem mégis szokatlan, hiszen egy kereskedelmi cégtől már megszoktuk, hogy egy autót kisorsol, de egy kaszinótól, hogy egy Fiat Uno-t a nagy közönség részére, bocsánat, ez azt hiszem szokatlan. Minden kaszinónak tulajdonképpen meg kell találni azt a módot, azt a formát, hogy a vendégeknek valami újat nyújtson, valami fajta csollogotást próbáljon ebben a dologban létrehozni. Hát ez az egyik fontos módja a dolognak. Hozzá kell tennem azt is, hogy ez aránylag egy új fiatal kaszinó, mert mi tavaly 1991. december 27-én nyitottunk. Tehát úgy is felfogható, mint ez egy ilyen nyitó új kaszinónak, egy ilyen promotion, ami tulajdonképpen a konkurenciától függetlenül a új, de biztos jövőben fix vendégeket szeretné toborozni. Önt az ágyból ugrasztották ki, de azt hiszem, hogy megérte. Ön nyerte az autót, ugye? Nagyon boldog vagyok, igen. Tetszik kaszinóba járni gyakran? Nagyon ritkán. Ez egy véletlen volt, hogy ide jöttem. Autója van-e? Nincs. Nincs autója és jogosítványa? Jogosítványom van. Akkor ez egy nagyon jó találkozás. Mit tetszik innen kezdve majd csinálni? Hát vezetem a kocsit. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szerencsét. Íme, hát ennyi volt a kaszinó címén, rajta nagyon szép ékszerek vannak, vagy pontosan azt hiszem ez bizsú, ugye? Igen, ez egy nagyon szép ilyen hófehér bizsúcska. Egy baja van, hogy olyan iszonyú nehéz, hogy lehet, hogy a műsor végére így fogok ülni. De gyakorta hordasz ékszert?
Én szerintem ez legalábbis nálam változó. Van, amikor jó hangulatom van, akkor hordok, ha olyanom van, akkor semmit nem szeretek magamon. Ez például tegnap hozzásegít bizonyos sikerhez? Én azt hiszem, hogy a nőkhöz hozzátartozik az ékszer, bár manapság már nagyon sok fiú is hord fülbevalót. Igen, érdekes. Úgyhogy legközelebb légy szíves, valami jó kis karika fülbevaló. Én az orromra gondoltam, hogy odafűzök valami karikát, de hát most már mindegy. Úgyhogy szerintem, és különösen egy bizonyos kor után, tehát mit tudom én, 20-30 éves nők inkább bizsú, aztán hát lehet, hogy ez az anyagi dolgoktól is függ, hogy az ember mikor kezd el valódi ékszert vásárolni. De én azt hiszem, hogy nézzünk meg egy nagyon szép ékszerboltról egy filmet most. Az ékszerek szeretete alig, hanem egyidős az emberiséggel. Gondoljunk csak a fáraókra vagy Kleopátra híres gyöngyeire. Az ékszer a természetet tükrözi, a világűrt, a mélytengerek titkait és az űrkorszakot, mondta jó pár száz évvel később egy híres genfi ékszerész. De vajon mit tükröznek a királygold ékszerei itt Budapesten a Király utcában? Hát legelőször is a legújabb divatékszereket. Ugye ebben a világban mindig követni kell a, nem csak a ruhadivatban, hanem az ékszerdivatban is a divatot. Törökországból származnak ezek az ékszerek, egyedi készítésű, kézi készítésű ékszerek. Szeretnénk a hazai piacra ezekkel az ékszerekkel betörni. Híresek a török ékszerek a fazonjukról, a megmunkálásukról is. Mit tudna mesélni nekünk az ékszereknek a kézműves mi voltjáról? Hát szeretném elmondani, hogy cégünk rendelkezik egy kézműves műhellyel. Jelen pillanatban még csak Isztambulba, de szeretnénk itthon Budapesten is ezt megnyitni, és egyedi készítési ékszereket szeretnénk forgalomba hozni. Itt a tavasz, és ilyenkor a hölgyek szeretik felfrissíteni nem csak a ruhatárukat, hanem hozzá azért néhány ékszerrel a kiegészítők tárát is. Mi az, amit leginkább javasolna? Hát nagyon szép fülbevalókat tudunk javasolni, ugye a hölgyek nagyon szeretik a szép fülbevalót, a szép nyakláncot, vagy esetleg ami megint divatba jött, a brostük. Hány karátosak ezek az aranyak itt? Hát ami nagyon közismert, ugye a 14 és 18 karátos ékszerek, de fogunk 22 karátos ékszert is árulni. Szervusztok, jó reggelt kívánok! Remélem, hogy a mai játék szerencsésebb lesz, mint az egy héttel korábbi, és az Elefánt és az Uniset album gazdára lel. Kérem szépen az első játékos. Halló, Csogan, Wanner Adrián vagyok. Szia, Adrián, tegeződjünk, jó? Jó. Hány éves vagy? 11. Hát akkor pláne. Ismered a szabályokat? Igen. Akkor induljunk. Most. Jobbra. Szerinted mikor készült el Benz műhelyében az első autó? Mondok három lehetőséget. 1885, 1900 vagy pedig 1907? A második. 1900-ban? Igen. Hát kicsit korábban, 1885-ben, úgyhogy ez a rács lent marad, és te másfelé mész. Figyelj! Milyen állat a kabóca? Rovar vagy kétéltű? Rovar. Rovar. Fölemelkedik és mehetsz. Merre arra akarsz menni? Balra. Jobbra. Miből való az idézet? Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Toldi. És ki írta? Arany János. Nagyon jó. Merre? Egyenesen. Jobbra. Balra. Mondj olyan automárkát, amelyben állatnév szerepel. Jaguar. Nagyon jó.
Például van még Fiat Panda is. Balra. Jobbra tudsz menni. Jobbra. Merre? Balra. Hát jobbra. Balra. Kik voltak azok a gladiátorok? A római korban a rabszolgákat, akik élethalál harcot. Az ókori Rómában valóban fölemelkedik a rács. Balra. Jobbra. Gratulálok, intottál, és 15 másodpercet maradt is. Köszönöm a játékot, szia! Mielőtt folytatnánk a játékot, mögöttem látható az a bizonyos Uniset album, amit nyerni lehet. Mire is jó ez az album? Itt előttem az asztalon is nagyon sokféle fajta album van, mögöttem a Safari album. Az állatokat le lehet, mert ezek matricák, le lehet venni a lapról, rá lehet ragaszgatni különböző helyekre, és természetesen utána át lehet rendezni, rá lehet rakni a tükörre, vagy bárhová. Jó? Kérem szépen a következő játékost. Halló? Szabó István vagyok, Miskolcról. Szervusz. Ismered a szabályokat? Igen. Akkor kezdjük. Most. Balra. Jobbra. Jobbra, balra, balra, jobbra, jobbra, balra. Melyik Európa legnagyobb szigete? Nem megy? Korzika. 228.300 négyzetkilométer Nagy-Britannia. Nézzük, merre folytatódik az út, rács nem marad. Jobbra. Balra. Figyelj, ki maradt ki a felsorolásból? Kuka, Hapci, Szundi, Morgó, Tudor, Vidor. Még egyszer. Kuka, Hapci, Szundi, Morgó, Tudor, Vidor. Szender. Nagyon jó. Merre kívánsz menni? Mondjad meg. Jobbra, balra. Mi a közös bennük? Dió, mogyoró, mandula. Csontkéjasok. Nagyon jó. Merre? Egyenesen. Jobbra, balra. Jobbra, balra. Balra. Ilyes, mert fogy az idő. Jobbra. Gratulálok, köszönöm a játékot, te is ügyesen kijutottál. Kérem szépen a következő játékost. Szia, Szűcs Melinda vagyok. Szia, Melinda. Hány éves vagy? 10. Kezdhetjük? Igen. Ismered a szabályokat? Igen. Akkor. Most. Jobbra. Hol találkozik a történet végén János Vitéz és Iluska? Melyik országban? Nos? Túlvilágon. Azaz? Melyik országban? A tónál. Tündérországban. Jó. Fölemelkedik a rács. Merre mész? Föl. Balra. Jobbra. Föl. Ki nem illik a sorba? Ady Endre, Munkácsi Mihály, Kosztolányi Dezső és Babics Mihály. Nos? Munkács. Munkácsi Mihály, mert hogy ő festő volt, a többi pedig költő. Egyenesen. Balra. Föl. Jobbra. Föl. Hány kontinens van, egy számot kérek? Hány kontinens? Négy. Kicsit több azért. Hat. Ez a rács nem marad. Egyenesen. Föl. Jobbra. Föl. Az alábbi színek összekeverésével milyen új színt kapsz? Ha feketét és a fehéret összekevered, akkor? Szürke. Ugyan? Úgy van? És ha a pirosat és a sárgát? Narancs.
Nagyon jó. Merre? Balra. Föl. Jobbra. Harap utca 3 alatt megnyílott a kutyatár. Folytasd. Megnyitott a kutya fülő aladár. Sípa, dobbal megnyitott a kutya fülő aladár. Nagyon jó. Jobbra. Le. Jobbra. Az nem jó. Balra. Kik voltak Amerika őslakói? Nem tudjuk. Nem tudjátok, indiánok voltak. 8 éve. Hát. Merre? Egyenesen. Föl. Jobbra. Föl. Gratulálok. Köszönöm a játékot, ügyes voltál. Kérem szépen a következő játékost. Hello, itt Székely Tamás Vácról, szia. Szervusz Tamás, induljunk, ha ismered a szabályokat. Most. Jobbra. Jobbra. Balra. Melyik az a tárgy, amelyet ha eldobnak, és nem találja célját, visszajön? Bumerang. Nagyon jó. Jobbra. Balra. Milyen állat a dromedár? Orszarvú. Tessék? Orszarvú? Nem orszarvú. Pupos neve. Igen. És pedig mi a különlegessége? Egy pupuja. Egy pupu. Észak-Afrikában. Nagyon jó. Merre mész? Előre. Jobbra. Balra. Föl. Jobbra. Jobbra. Szoktál mesét nézni? Igen. A alábbi meghatározások alapján melyik mesehősre ismersz? Vörös a haja, apró a termete és rímekben beszél. Pumukli. Nagyon jó, Pumukli. Merre? Föl. Jobbra. Balra. Jobbra. Későn mondtam. Jobbra. Jobbra. Milyen állat születik a ló és a szamár keresztezéséből? Összvér. Összvér, nagyon jó. Tovább mehetsz, merre? Jobbra. Balra. Gratulálok, köszönöm a játékot. Nos, ahogy reméltem, a mai játék sokkal szerencsésebb volt, mint az egy héttel korábbi, és gazdára találtak az Uniset albumok, és ez a kis elefánt itt mellettem. Köszönöm, hogy játszottatok, köszönöm a figyelmet, sziasztok, egy hét múlva találkozunk. Nos, azt hiszem, az a kisfiú, akiről most egy filmet fognak látni, beleillene a cimbori a játékkörbe, még annyira fiatal. Viszont a sikereit, ugye mert sikerekről van szó ebben a műsorban, több felnőtt is megirigyelheti. Sportoló, focista, többszörös gólkirály, a Honvédban focizik, nemzetközi hírnévre tett szert, és ehhez mindössze 12 éves. Nézzék meg a róla szóló filmet. Iván, hány éves vagy? 12 éves vagyok. Mióta focizol? 6 éves koromban kezdtem el focizni. És most melyik egyesületben játszol? A Kispest Honvédban. Azt mondják rólad, hogy te nagyon jó focista vagy, igaz ez? Igen, én szerintem jó focista vagyok. Az mit jelent, hogy valaki nagyon jó focista? De azt jelenti, hogy ő mindent megtesz azért, hogy ő legyen a csapat legjobbja, és hajt és küzd. Gólokat szoktál lőni? Szoktam rúgni, hát általában minden meccsen rúgok gólokat. Hány gólt lőttél például a legutóbbi bajnokságban? 33 gólt rúgtam. Én vagyok a csapatkapitány a csapatban. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy én vagyok az edzőnek a jobb keze, és a pályán én tartok fegyelmet, mert tudják, hogy én csak a jót mondom. 3 helyen jártam külföldön focizni. Hol? Svédországban, Németországban és Bécsben. Mi lettünk az elsők ott is.
És te kaptál valami díjat? Én kaptam, én lettem a torna gólkirálya. Hány gólt lettél? 26-ot. Hát rendesen járok edzésre, meghallgatom az edző tanácsait, be is tartom, és küzdök, még akkor is, hogyha a csapat vereségre áll. És volt már olyan, hogy te ráztad fel a társaságot? Igen, például most szombaton is. 3-1-re, 3-1-re nyertünk a Dózsa ellen, úgyhogy az első félidőben 1-0-ra vezetett a Dózsa. És te mit csináltál akkor? 3 gólt rúgtam. Az nagyon szép, de a többieknek mit mondtál? Hát nem mondtam nekik semmit, csak azt mondtam félidőben, hogy hajtsunk ezt, még meg lehet fogni ezt a meccset. Nincs elveszett mérkőzés? Nincs. Edzésen is, hogyha kikapunk, akkor nem tudom, hogy mit csináljuk, olyan állapotban vagyok. Kik azok, akikre úgy felnézel, vagy olyan szeretnél lenni, mint ők? Itt a Kispest honvédban a Pisont István, és így a világon pedig a Détári Lajos. Nagyon sokat vagy te itt a pályán, nagyon sokat edzel, nagyon sokat utazol, mérkőzésekre jársz. Iskolával ezt hogy tudod összeegyeztetni? A mi iskolánknak az igazgatónője, Piroska néni, az mindennek tesz azért, hogy én tudjak focizni. Hát ennek csak akkor van értelme, hogy te ezt valahogy meg tudod hálálni neki. Mivel tudod te meghálálni ezt? Már sokszor meghálálom az iskolának, hogy mikor voltunk ilyen meccseken, akkor döntő gólokat rúgtam, és én lettem a legjobb játékos is, és ezért a Száva iskolának hírnevet szereztem. Mik a terveid, mi az elképzeléseid? Európa egyik legjobb játékosa szeretnék lenni. Hello. Hello, van valaki a vonalban? Igen, hello, jó napot kívánok, Katalin vagyok. Üdvözlöm. Ön most a Malév két munkatársával fog játszani, az egyik Mócsi Klára járat supervisor, másikuk pedig Kovács Péter, utasforgalmi osztályvezető, utána játszunk. A Malév a nemzetközi repülőzés terén azt hiszem mondhatjuk nyugodtan, hogy megállja a helyét. Van egy úgynevezett help service is. Mit jelent ez? Ez annyit jelent, hogy azon kívül, amilyen problémák felmerülhetnek a jegyekkel, utazással kapcsolatban, nagyon sokan érkeznek kisgyerekkel, idős emberek, akiknek egyéb speciális segítséget is kell nyújtani. Erre van egy külön kis csoportunk, aki csak ezzel foglalkozik, hogy az ilyen utazóknak segítséget nyújtson. Milyen kedvezmények várnak a tavaszi-nyári utazókra? A törzsutas rendszer belül a különböző városok különböző pontszámokat érnek, és viszonylag hamar, aki velünk utazik, egy szabad helyre való pontszámot össze tud gyűjteni. Néhány hete működik a Malévnál egy új telefonszolgáltatás, a Telefon Check-in. Mi ez pontosan? Ez a szolgáltatás annyit jelent, hogy a SkyClub osztályon utazó utasaink részére 3 nappal előbb, ha kitelefonálnak, le tudjuk foglalni a számukra kedvező ülőhelyet a gépen, illetve megrendelhetik kedvenc újságjaikat is. Már is tippelhet? 5-öt. 5-öt? Igen. Nézzük. Itt módosíthat is rögtön. Még szám marad az 5. Marad az 5. Igen. Ismét módosíthat? Módosíthat? Igen, hát 3. 3-ra módosít? Igen. És itt az utolsó lehetőség. Maradjon az 5 akkor inkább. Mégis az 5. Nézzük, igen. Mennyi lesz. Hát 8 lett. Hát köszönöm, hogy játszott velünk. Köszönöm. Viszontlátásra. Következő játékos. Jó napot kívánok, Puszk Erkár Gyöngyi vagyok. Üdvözlöm. Az ön játékos társa Kovács Péter lesz. Mindjárt látjuk. Kérem a tipjét. 3. 3? Igen. Igen, már módosíthat is. Nem, marad. Marad a 3. Itt az új lehetőség módosítani. Marad. Marad a 3. Jó, nézzük tovább. Itt az utolsó lehetőség. Tartom. Tartja a 3-at. Igen. Ön nagyon jól tette, hogy tartotta a 3-at. Gratulálok, 10 000 forintot nyert. Én is köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra, viszont látásra. A padödőről tudtuk, hogy mindig valami meghökkentő és különleges dolgot csinálnak. Tényleg mindent tudnak énekelni, annak ellenére, hogy nagyon sokan azt mondanák, hogy húha, mekkorák, azt hiszem, hogy iszonyúan sikeresek, és nekik minden nagyon-nagyon jól áll. Viszont azt még nem tudtuk, hogy a reklámparódiában is nagyok. Nagyon tessék figyelni, mert a következő képsorokban az IKEA játéknál el lesz rejtve egy olyan dolog, amiben már benne van a válasz. Tehát nagyon jól figyeljenek, hogy a padödőjék mit csinálnak.
Hónap első vasárnapja lévén 10-től 3-ig várja önöket az IKEA áruház, ahol nem fogják elhinni, hogy kikkel találkoztunk, a Padödő együttessel, és ennek bizony jó oka van. Éppen ezért arra kérjük Mariant és Györgyit, hogy a ti sajátos stílusotokban mutassátok be nekünk kedvenc bútoraitokat. Milyen fehér! És milyen fenyőfa! És milyen mővel fakta! És vegyek külön könyves polcot! És fiókos szekrény! Mit turkázta más szekrényére? Csak az árát keresem. Ja, 19.999. Nem mondod. De. Neked segít a nehéz napokban az észrevehető kényelem? Igen. Csak nem mondod, hogy kicipzározni és elviszed kimosni. De. Marian, bemutatom az új konyhaasztalomat. Hallottam róla, de nem túl drága? Ja. Te megmondod, hogy négy székkel együtt csak 19.700 forint? De. És ez mind-mind 20%-kal olcsóbb. Ezek után mit tudsz még mondani? Rengeteg dolgot. Ma 10-től 3-ig várja a vásárlókat az IKEA áruház, délben árveréssel, 500 és 1000 forintos kikiáltási árakkal. Aki vásárlás közben megéhezik és itt ebédel az étteremben, ebéd után egy ingyen kávéra hívják meg szeretettel, és műsor is lesz, az Abrakadabra fellép itt ma. Nem mondod, hogy ez mind az IKEA-tól van? De. Meggyőztél. Én biztosan kipróbálom. Nekem tetszik. Kérem szépen, bizonyára ismerik az Elit című folyóiratot, lapot. Most arról számolunk be önöknek, hogy az Elit a sikeres férfiakkal foglalkozik. Az áprilisi Elitben sikeres férfiak. Bizonyára sokan emlékeznek a Kislánya zongoránál és a Pókháló az ablakon című slágerekre. Lovas Róbert slágergyáros ma híres plasztikai sebész Münchenben, de a zenével még ma sem hagyott fel. Elit Bank a Rózsadombon, a belépő 400.000 forint. A magazin szakértői szerint csaknem ennyibe kerül egy komplett vadászfelszerelés. Milyen egy elegáns hotel Münchenben, ahol többek között Ferenc Ferdinánd és Erzsébet királynő, más néven Sissi is vendégeskedett régebben. A sikeres férfiak öltönyben járnak. A sikeres hölgyek pedig 20.000 forintos fürdőruhában pompáznak. Bemutatják Budapest legsikeresebb kötősét, aki már a környező országokat is meghódította modelljeivel. Milyen az új szemüvegdivat? Újra divat a régies módi? Kinek állítana szobrot Palotás János? Gondolták volna, hogy ilyen csinos hölgyek kécseperednek a tévétornás Miklányok, Alexa, Petra és Gréta? Az Elit felkereste a mindig tréfálkozó Schmidt Pált és a családban fegyelmet diktáló Makrai Katalint. London színházi lázban ég, az évtizedekig tetszhalott színházkultúra feltámadt. Húsvétra színes töltött tojás recepteket találhatnak a házi asszonyok. Vásárolja meg a legfrissebb számot, hogy képben legyen az Elitben. Sziasztok, Márton Csaba vagyok. Ti most a Mahasz műsorát, a Pophuszat látjátok innen a Miskei Kanton Diszkóból. Az utóbbi időben nagyon sok megjegyzést kaptam, hogy egyre komolytalanabb vagyok a műsorokban. A mai műsor a komolyság jegyében fog lezajlani. Maradunk ennyi évvelé. Száz és ezer évig, úszállunk, úszáll, messze egy burmán, maradunk, vadul a mar.
Sali Róbert gitáros és énekes két zenésztársával készítette ezt a nagyszerű lemezt, mely a megjelenés előtt Emerton díjat kapott a Magyar Rádióban, és remélhetőleg az igényes zenehallgatók szélesebb rétegének figyelmére is méltó lesz. És egyszer minden véget ér, a félelem, remény és szenvedély. Ha majd a földre száll a nap, megtudhatjuk végre az égben őrzött titkokat. Sose félj, ez nem több, mint álom, jelen és egy elképzelt álom. De ha beleéled magad, és az álom megszakad, fogolyként ébredsz tested vakbörtönében. Sose félj, ez nem több, mint játék, alakod csak tűnik egy árnyék. De ha túl komolyan veszed, és a koronát felteszed, megidézed a sorsod sötét vadszellemét. Ha tisztán ragyog fenn a nap, nem találsz csillagokat. Most egy sokat hallott nóta következik. A Fater igen ismert, most a fián és társain a sor. A Park együttes következik. A klip címe Rock and Roll Fater. A Rock and Roll Fater olyan fej, a csörög a parkenten, nincs más rock hely. Eredeti alap, megáll az ész, de kora a homályba vész. Wow! És most pedig kapjuk elő a slágerlistát, vagyis a magyar top 40-et, a MAHANS hivatalos sikerlistáját. 40. Komár László együtt a csapat, 39. válogatás szerelmes dalokból, 38. válogatás a 66-os táncdalfesztivál dalaiból, 37. Jimmy Somerville, 36. a Markos Nádas duó, 35. a Pet Shop Boys Discography című nagylemeze, 34. az Ergo Csak nézem a szeretőm című nagylemeze, 33. a Dire Straits, 32. a Hobo Blues Band Kocsma Opera című nagylemeze, 31. Német Lehel Legendák, 30. a U2 Achtung Baby, 29. a Poptari Top 92, 28. a Twin Peaks filmzenéje, 27. Vince Lilla, 26. Prince Diamonds and Pearls, 25. Zorán az Élet dolgai című nagylemeze, 24. a Simply Red, 23. Damien Ferenc, 22. a Bonanza Banzai, 21. Joe Cocker, 20. Brian Adams. Ide kívánkozik egy jó pop, meg egy jó hop, a kettőből lesz Zoltán Erika klipje, pop hop!
Erdőté 24-én a Nyugati pályaudvaron stílszerűen tartotta a sajtófogadást, melyen Presser Gábor elmondta, hogy május 17-én a Nyugati pályaudvaron lesz megtartva az LGT búcsúkoncert, melyre az együttes egy régi lokomotívon érkezik. Itt tudtuk meg, hogy a koncertet rögzítik, melyről dupla album jelenik meg az Arena Kft. Kiadásában és az AirVision menedzselésével. A szerződést Lajos Zoltán, Deák Miklós és Presser Gábor írták alá a helyszínen. Nem bírod már elviselni azt, amiben vagy. Nőként, mint egy rossz cipőből ringasd el magad. Azt sem akarod tudni már, hogy ki voltál tegnap. Nem törődj a tegnapokkal, ringasd el magad. Ringasd, ringasd el magad. Ringasd, ringasd el magad. Szeretném nektek bemutatni Tóth Gábort, a Miskei Kanton Diszkó egyik vezetőjét. Szeretném, hogyha néhány szóval leírná ezt a diszkót. Ez a diszkó Budapestről 140 kilométerre, Kalocsa mellett egy Miske nevezetű, közepes nagyságú településen található. Hogy miért itt, ennek több indoka is van. Egyrészt itt találtuk meg ezt a nagy létesítményt, másrészt pedig úgy tudjuk most is, és látjuk is, hogy itt nagyon nagy igény volt erre, mivel a hasonló, ebben a körzetben nincs hasonló létesítmény. Itt Kalocsától Bajáig, Bajától Kiskunhalasig, ebből a térségből jönnek ide a fiatalok, és nekik próbálunk minden alkalommal, minden péntek, szombat, vasárnap, tavasztól pedig szerdai alkalmakkal is színvonalas és nagyon-nagyon tartalmas programokat biztosítani. És néhány szót az árakról? Szerintem mindenki megfizetheti úgy a belépőt, mint a fogyasztási árakat. 19. az OMD, 18. Richard Kleiderman, 17. Supra Hits 91, 16. a Manhattan, 15. a 100 Folk Celsius Mickey Manó meséi című nagylemeze, 14. a Guns N' Roses, 13. válogatás filmslágerek magyarul, 12. a Republic Hoppá Hoppá, 11. a Guns N' Roses Use Your Illusion 2-es, 10. válogatás a 60-as évek slágereiből, 9. Lord az utcakövén, 8. a Genesis We Can't Dance, 7. Michael Jackson Dangerous, 6. Tina Turner Simply the Best, 5. Gergely Róbert, 4. a Beatrice, 3. válogatás filmslágerek magyarul 2-es, 2. Sandy Szerelmes Szívek, és 1. a Queen Greatest Hits. Stop! Állítsuk meg a kazettahamisítást. Itt a csillogó védőszalag, a minőség védjegye. Óvakodjon a kazettahamisítóktól. Csillogó védőszalag, az igazi kazetta és a minőség védjegye. Nagyon kedves barátok miatt még ismertem a Presser Gábor, és neki tetszett egy picit a zene, és először próbáltunk együtt játszani, és csináltunk próbafelvételek, és aztán ez jött ki, hogy egy egész lemez anyag felvettünk, és aztán hát voltunk az Omega stúdióba, és nyit. Call it gently the Paris of the East. Say it cool as a matter of fact, Budapest is the door to the west.
úgy derült ki, hogy a Bokai János Alapítvány fogunk adni egy részt, ami egy gyermekgyógyászat alapítvány, és én szerintem, hogy ez egy szép dolog. There's dry good in the region that's fallen. United Germany and freedom for all. No more east and no more west, 33 years later. In Budapest. Ebből a gyermekgyógyászat nem is egy ultrahanggép fog tudni venni, de ebben remélkedem, hogy talán a többi művészek is fognak így lenni és gondolkozni, hogy nem csak ez a lényeg, hogy mi most a zene és a lemezből pénzt csinálunk, hanem valami jó dologhoz lehet adni a dolog. Mahasz műsorvezetők jelentkezését várja. Jelentkezhet bárki, aki elhivatottságot érez magában, ez iránt a foglalkozás, mesterség, szakma iránt. Jöhet bárki, személyesen, telefonon, nyugodtan gyertek, csak egy minél többen, vegyétek el tőlem a kenyeret, nyugodtan fúrjatok ki a helyemről, jó? Váltsunk témát és egyben stílust is. Metál következik a javából. Az Omen együttesnek elkészült a legújabb nagy lemeze és egyben az ehhez tartozó videoklip is. Az Omen ismét nyomul és nagy turnéra készül. Június 6-án a Petőfi csarnokban lehet megcsodálni őket. Jelentkeztünk a Miskei Kanton Diszkóból, Márton Csaba voltam. Most pedig, ahogy azt korábban Zalatnai Cini ígérte, az IKEA játék következik. Van valaki a vonalban? Halló, kérem mutatkozzon be. Jó napot kívánok, Lejés Zsuzsanna vagyok, Duglóból. Üdvözlöm. Ha figyelt a filmre, akkor nagyon könnyű lesz a kérdés. A kérdés pedig úgy hangzik, hogy mely az a termék, amely 20%-kal olcsóbb ma az IKEA áruházban? A fotelok, amiket ugráltak. Gratulálok, ön nyert, mégpedig nyert egy rendkívül jó minőségű késkészletet, és hogy a késsel legyen, mint vágni, vágódeszkákat. Gratulálok. Viszontlátásra. Hát ugye, kedves nézőink, általában a köztudatban azt terjedt el, hogy a festők azok szegény emberek, és a siker csak haláluk után szegődik hozzájuk. Hát dr. Berecki Lóránt, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója, ez biztosan sokkal jobban tudja nálam, hogy vajon így van-e. Bevallom őszintén, ennek a vélekedésnek ellentmondani látszik például Rubens háza, amit én láttam Hollandiában. Hát kérem szépen egyszer, egy főúri palota. Rubens speciális eset volt, hiszen ő a festőmesterség mellett azért a követi feladatokat is vállalta, tehát részt vett a közéletben. Tulajdonképpen a padlásromantika a 19. században alakult ki, amit Gombrich megfogalmazása szerint a képzőművészek számára meghozta a szabadságot és a létbizonytalanságot is egyszerre. Tehát egy alkotó azt festett, olyan szobrot csinált, amilyet akart, és csak az volt a kérdés, hogy ez kellett-e vagy sem. Gyakorlatilag ez a létbizonytalansági probléma akkor jön meg, amikor a képzőművészeti alkotás részévé vált a gazdasági életnek. Szóval megszűnt a mecenatúra tulajdonképpen. Pontosan a megszületett műalkotás a szabályos áruként kezdett viselkedni. Na most természetesen vannak kiemelkedő példák, ugye Magyarországon egyik legismertebb Modigliani esete, aki ők, ugye belehalt ebbe a hivatásba.
És valóban vannak olyan esetek, amikor a képzőművészek haláluk után válnak igazán nagyjá és ismert, és mások gazdagodnak meg. Hát ellen például Munkácsi, ugye? Aki hát... De éppen szeretem volna mondani, az esetek többségében, ha a létrehozott alkotás minősége és a műkereskedelem találkozik, akkor tulajdonképpen az alkotó életében is már eljut egy olyan társadalmi pozícióba, vagy gazdasági pozícióba, ahol azért ez a padlásromantika már nem igazán igaz. És mi a helyzete a mai magyarországi festőknek? Magyarországon speciálisan alakult a helyzet, ugye sokkal később alakultak ki azok a mecénás rétegek, amelyek a magyar képzőművészet számára megteremtették volna azt a közeget, hogy a létőt műalkotás áruként viselkedjen. Aztán biztos ismert az, hogy ha az apa verte a csemetét, hogyha a művészpályára akart menni. Aztán elkövetkezett egy időszak, amikor a társadalmi közéletben olyan megbecsülése volt a művészpályának, hogy az apa azért verte a gyerekét, ha nem akart művésznek menni. Erre nagyon jó bizonyíték, hogy két főiskolánk van, a képzős iparművészeti főiskola, meg a iparművészeti főiskola, és általában 10-szeres, 20-szoros, 30-szoros túljelentkezés van a művészpálya vonzásával. Én nem hiszem, hogy könnyű a magyar képzőművészek helyzete. Különösen egy olyan társadalmi szituációban, ami sok minden mozog, sok minden változik, tehát nem valószínű, hogy most könnyű az egzisztenciás lehetőséget megtalálni, és ilyenkor aztán a kevésbé értékes is utat talál magának, és valóban nagyon tehetséges emberek esetleg nagyon rossz létkörülmények közé kerülnek. Hát reméljük, hogy ez azért, hogy mondjam, helyre terülik az idők folyamán. Egészen biztos. Egyet még itt az előbbi műsorban láttuk, Miskét. Egy nagyon speciális sorsú magyar képzőművésznek a neve ötlik az ember eszébe rögtön Miske kapcsán, ugye Tóth Menyhért, aki bizony nagyon-nagyon sokáig abból élt, hogy Miskén kombót termelt. Közben születtek a remek művek, a műtermében, bár az is igaz, hogy a nagy műcsarnoki kiállítása után, amikor már 70 év körül volt, egyszerűen, robbanásszerűen fedezték fel, de ebből se lett igazán gazdag. Jó reggelt, jó napot kívánok, kedves nézőink! Ez itt a Sztár Totó, a vasárnapi Turmix remek új telefonos játéka. A játék lényege, elmondom gyorsan, hogy ismert népszerű emberekkel játszhatnak, megtudhatnak róluk olyan dolgokat, amit esetleg máskor nem tudnak, és még pénzt is kereshetnek vele, nyilvánvaló. A játék úgy működik, hogy önök ketten jelentkeznek, vagy két játékos várunk ide a telefonba. Én fölteszek egy kérdést az ismert művészről, pontosan 6 kérdést, és elmondok 3 lehetséges választ, és önök a Totóhoz hasonlóan 1-es, 2-es és X formájában válaszolnak majd. Ez a játék lényege. Nézzük, hogy van-e valaki, aki már jelentkező játékos. Vonalban, halló. Halló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Szabad a kedves nevét. Dudács István vagyok. De István. Nevezhetem Istvánnak? Igen. Köszönöm szépen. Ön lesz az 1-es játékos, ne felejtse majd el, mert lehet, hogy már elfelejtem. Van-e még valaki? Halló, Szabó halló. Attila vagyok. Szabad még egyszer? Szabó Attila vagyok. Attila, remek Attila. Hát akkor két férfi versenyzőnk lesz. Világos volt a játék? Igen. Jó. Majd sorrendben kérem szépen, itt látják majd a játékot a képernyőn már. Úgy kérem mindig, hogy először a 1-es játékos, aztán a 2-es játékos. Itt az arcom alatt látnak egy csíkot, az a zöld csík. Az idő, alatt, míg a lemegy, az alatt kell elmondani, majd a helyes megfejtés. Ha nem sikerül, akkor 0 pontot kapnak. Annyi pénzt keresnek, annyi 1000 forintot, ahány pontot kapnak. Minden helyes válasz, 1 jó pont. Kezdhetjük? Igen. Mindenki kész van? Igen. Akkor nézzük, az önök versenyző társa majd Bodrogi Gyula lesz, és kérdésem pedig így hangzik, hogyan kezdte vajon színpadi pályafutását Bodrogi Gyula? Zenebohóc, népi táncos vagy fővilágosító? Most kérem akkor Istvánt. 2-es, népi táncos. Igen. Attila? Hát 1-es. 1-es. Remek, akkor nézzük meg most, mit mond erről Bodrogi Gyula maga. Néptáncos voltam a SZOTT együttesben. Szakszervezetek országos tanácsának volt akkor egy együttese, és ott voltam hivatásos néptáncos. Nem gondoltam volna, néptáncos volt, tehát a helyes válasz, jól látom, akkor a 1-es versenyző adta, ugye? Igen. Menjünk tovább. 2-es kérdés. Mi volt az első színpadi rendezése? Danton halála, Csáli nénye, vagy a zsákba macska? Kérem most a 2-es versenyt először. X. X, igen.
Szintén X? Szintén. Remek, nézzük Bortok Gyulát. József Attila színházban, Fedú, Zsákba macska. Látszik, önök hallgatóztak, hát ez a két válasz remek volt. Tovább megyünk, mi a kedvenc sportja vajon Bodrog Gyulának? Barizlabda, atlétika vagy a vadászat? Tehát most az egyes játékos kérjük. X. X, igen. X. X. Nézzük meg Bodrog Gyulát. Hát a vadászat. Igen, állható volt. Ismét két jó válasz született. A negyedik kérdés következik. Vajon mi volt az első film szerepe Bodrog Gyulának? Az elsős vasárnap, a tengeri címilliomos vagy a pesti háztetők? Kérem most a kettes játékost először. Egyes, igen. István? Kettes. Kettes. Megmondja Bodrog Gyula, választ. 51 és 53 között Magyar Jóska csinált egy filmet, az volt a címe Tengelici milliómos. Helyes választ, tehát így alakul. Most 4-2-re áll az állás István javára, ugye? Igen. Ötödik kérdésünk következik. Vajon mi lehet Bodrog Gyula kedvenc étele? Húsleves, bakonyi borda vagy töltött csirke? Kérem most egyes játékost. Viszont. X. Kettes. Hányos? Kettes. Kettes. Nézzük Bodrog Gyulát. Húsleves. Ez a válasz nem sikerült. Húsleves, ki gondolta volna. Hatodik kérdés következik. Vajon melyik darabban hangzott el először a jamaikai trombitás? Kaktusz virága, imádok férjhez menni, pedig van, aki forrón szereti. Most Attilát kérem. Egyes. Igen, István? Egyes. Egyes. Nézzük a választ. Azt együtt énekeltük Vojt Ágival a Kaktusz virágában. Így van. A hetedik kérdés az úgynevezett bónusz kérdés, ugyanis dupla pontot ér, még talán behozhatja Attila Istvánt. A kérdés így hangzik, vajon melyik legutóbbi rendezése Bodrog Gyulának? Bubus, Tolockói menyasszony, vagy a Micsoda család? X. 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 Nézzük a választ. Igazán illik tudni, mert olyan közel van a bemutató címe, Micsoda család. Így néz ki a dolog, tehát István nyerte meg a játékot. Kedves István, van egy kérdésem, gratulálok először is. Akarja megduplázni a nyereményét, vagy esetleg fölteszi elvesztésen? Duplázunk. Megpróbálja? Meg. Akkor elmondom a duplázás lényegét, megvárjuk a képernyőn, hogy kijön. Fog látni három betűt, ABC-t, ugye látja? Igen. Na most az ABC alatt nem tudjuk milyen sorrendben van, 1-es, 2-es és X betű. Meg fognak fordulni a korongok, amelyeket ön kiválasztja az ABC-ből, alatta lesz a helyes, tehát ön által kiválasztott nyeremény, tehát ott a látja, 1-es, 2-es vagy X. Ha X-ok elvesztette, a 2-es, akkor duplázza. Mondjon egy betűt az ABC-ből. A. Nézzük. Hát ez egyszerűen fantasztikus, 14 ezer forintot nyert, azt hiszem, ez remek, kiváló. Hát, hölgyeim és uraim, kedves nézőink, ez volt a Star Toto. Ma már ugye nem jelentkezik, de jövő héten ismét lesz. Viszontlátásunk. Különleges kérés érkezett a szerkesztőségünkhöz a konyhával kapcsolatban, tehát a vasárnapi Turmix konyhájában főzni fog egy nagyon-nagyon sikeres, nagyon-nagyon kedves színész, és a különleges kérést egy hölgy írta a szerkesztőségünkbe, majd meg fogják látni, hogy ez miért olyan érdekes. Ha olyan sikeres receptet és olyan nagyon jó ebédet fog főzni, mint amilyen színész, akkor azt hiszem, hogy mindannyian megkívánjuk ezt a finom kaját, amit most látni fogunk. Szombati Gyula főz. Dvorák Erzsébet kedves nézőnk megkeresett minket, hogy Szombati Gyulával szeretne főzni. Miért? Egyrészt, mert Szombati Gyula kedvenc színészem, másrészt úgy tudom, hogy nagyon jól főz. Szia! Kívánságára már is megjelentem, bár minden óhajaim teljesülne, szervusz Erzsikém. Avassuk be a kedves nézőket, hogy mi ugyan egy háztartásban élünk, de olyan ritkán találkozunk, hogy ez egy ünnep számunkra, hogy tényleg együtt főzhetünk. És jelenhet, igaz? Hogy együtt vacsorázunk. Hát, ha sikerül. Egy szerb ételspecialitást szeretnénk elkészíteni. A hozzávaló fél kiló főtt burgonya, két fej vörös hagyma karikára vágva,
6-7 szelet sertéshús jól kiverve, és fagyasztott különféle zöldségek. Hát itt zöld bab, kukorica, zöld borsó, sárgarépa, és mi ez? De egyébként ami van otthon fagyasztott, bármi betehető. Nagyon fontos dolgot elfelejtettél. Ezt a házilag elkészített paprika darálékot, nem tudok rá jobb kifejezést, ami 5-6 féle paprikából készül, kilónként 30 deka sóval. Minden, mondom, 5-6 féle, mindenféle. Ezért nem is használunk most az elkészítéshez sót, mert ebben van. Így van. Igen. Na most ezzel a paprika krémmel megkenjük a húst. Ez az első, ugye? De ezt én kirakosszam. Igen, adja ki. Segítesz nekem? Ne, belemászok én ide, ne fél. Igaz, hogy mindig itt tudtam. Jó, hát most nem. Eddig egy kicsit. Ez nem árt, hogyha egy pár percig ez majd így áll. A következő lépés, lerakjuk a zöldséget a tepsibe. Először talán a krumplit. Igen. Jó, és abszolút zsír nélkül dolgozunk, hiszen a hús és a fagyasztott dolgok az eresztenek párát. Párolva lesz gyakorlatilag az egész étel. Bizony, nagyon fontos. Légy szíves, a hagymát küld közelebb egy kicsit. Azt majd teszem. Jó. A fele hagymát használom. Ezzel azért bekapok. Most következnek a zöldségek. Vegyesen. Igen. Ahogy sikerül. Adunk az esztétikumnak. Igen, szín szerint is lehet rakni. Na persze. Nagyon szeretjük a kukoricát. Hát ez nagyon szép színű szállítás. Igen. Jó. Ezt így körbe teszem, jó, hogy a igen, közepére rakom a húsit, és most letesszük a húst. És ha keresztbe teszed, lehet, hogy jobban elfér. Így? Igen. Persze. Nagyon fontos a rozmaring is. Ebből nem kell nagyon sok, de feltétlenül szükséges, hogy legyen rajta. Most keverjük össze a ketchupot és a tejföl. Ez azért érdekes, ezt szokták paradicsom pürével is csinálni. Én nem szeretem a paradicsom pürét, mert ég tőle a gyomrom, én azért jobban szeretem a ketchupot. És ezzel szépen betakarjuk a húsikát. Egy kicsi vízzel felöntjük. Óvatosan. És végül fóliával letakarjuk. Fognak, köszi. Ezután már csak be kell tennünk az előmelegített sütőbe, és 3/4 óra múlva esküszöm, hogy kész lesz. Hát, hölgyeim és uraim, milyen tisztelt serdülők és serdületlenek. Azon gondolkodom itt magamban, hogy lehet-e még új meséket mondani egyáltalán a világon. Könnyen elképzelhető, hogy nincsenek új mesék. Aki kitalál egy újat, elolvassuk, és kiderül, hogy de kérem szépen ezt már. Mesélték 2000 évvel ezelőtt, megírták a múlt században, megírták a század elején. Nincsenek új mesék. Úgyhogy én őszintén szólva nem is tudom, hogy hogyan vállalkozott Steven Spielberg rendező egy ilyen egészen képtelen dologra, hogy elővesz egy régi mesét, és egyenesen bevallja, hogy kérem szépen, ez a mese már megvolt, ez a mese itt élt közöttünk, csináljunk belőle egy filmet. Hát kérem alássan, meg kell vallanunk, hogy ez a film az Oscar-osztáson, az akadémiai díj kiosztásán nem lett igazán sikeres. Nevezték több Oscarra is, aztán a végén ott maradt Oscar-talanul. De lehet, hogy hatalmas siker lesz a nézők körében. Kukkantsunk bele, hogy hogyan készült ez a film. Nézzünk bele néhány trükkjébe. Steven Spielberg rendező, Dustin Hoffman, Robin Williams és Julia Roberts társaságában készítette el nagyszabású és pompázatos kiállítású kalandmesefilmjét, a Húkot.
G.M. Barry 1904-ben íródott klasszikus mesedarabjából, a Peter Panből merítve az alapötletet, a Hook egyimár felnőtt Peter mai történetét meséli el, aki nem emlékszik, ki volt gyerekkorában. Peter, hát fogalmad sincs róla, hogy ki vagy. Peter Banning olyan ember, aki képtelen megtalálni az élet örömeit. Egyszerűen nincs képzelő ereje. És a történet rugója, hogy egykor ő maga volt a megtestesült képzelet. Ő maga volt a képzelet alanya és tárgya 12-13 évesen. És ahogy felnőtt, elvesztette a képzelő erejét, és egy névtelen arcá vált a tömegben. A gyerekeit elrabolja Hook kapitány, és a Sehol szigetre viszi. Visszajött, hogy bosszút álljon. Meg kell mentened Maggie-t és Jacket. Hook visszatért. Szóval Hook kapitány, vagy Campo kapitány visszatért. Tudják, hogy miért Campo? Azért, mert Hook kapitánynak a kezét egy krokodilus leharapta annak idején, és azóta a kéz helyén egy nagyon feskis acél Campo díszeleg. Na szóval itt van, és itt vannak a szupersztárok. És őszintén szólva nem is tudom, hogyan ajánljam önöknek, mert úgy kellene ajánlani, hogy ez a Pán Péter történet, vagy Peter Pan halhatatlan története. És közben én tudom, hogy Európában, Magyarországon is ez a történet, ez a mese nem annyira ismert, mint az angol száz országokban. Úgyhogy úgy kellene kezdenem, és nevessenek meg érte, hogy kérem szépen, Pán Péter története klasszikus mese, meg kell venni a gyerekeknek, el kell nekik mesélni, és előtte, utána, közben elvinni őket a Hook kapitányra, hadd találkozzanak ezzel a fura históriával. De mielőtt a gyerekekkel elolvastatnák ezt a könyvet, én azt mondanám, hogy milyen tisztelt felnőttek, menjenek el erre a filmre. Mert miről szól? Arról, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy elveszítsük a bennünk lévő gyereket, hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledjünk játszani, hajlamosak vagyunk arra, kérem alásan, hogy a gyerekekkel ne találjunk szót ebben a fura világban, és talán egymással sem. Szóval egy nagy mese, amelyik lehet, hogy siker lesz. És most egy másik sikertörténet következik. Egy olyan sikertörténet, amelynek voltak csúcsai és voltak mélypontjai. Most valakit látni fognak, akit annak idején úgy emlegettek, még az Árvácska idején, hogy a kis Cinkóci Zsuzsi, és a kis Cinkóci Zsuzsi közben nagy lett. Nézzék meg az ő siker történetét. Hogyan tudnám megfogalmazni a siker lényegét? Tehát magának mit jelent a siker? Nem sok mit jelent, megmondom őszintén. Egy-egy alkalomkor, mondjuk, ha valahol külföldön van a film, vagy tehát olyan kimondott igazi sikert ér el a film, akkor úgy belülről, úgy van jó érzés belülről. De egyébként nem. Egyébként semmi más nem jelent. Természetesen egy bizonyos fokig büszke is vagyok, hiszen olyanokba lehetett részem, ami nem sok embernek, ilyen idős embernek. Úgyhogy büszke is vagyok. De... A családban mire büszke? A magánéletében? A fiamra természetesen. 9 éves lesz májusban, most 3. osztályos. Mi lenne, ha jönne egy Ranódi László errefelé itt Kecskeméten, és a maga fiát kiválasztaná egy filmre? Hát... Megengedni? Elengedni? Természetesen. Nagyon jó dolognak tartom. Egy fokig. Egy bizonyos fokig. Az minden gyereknek jó lenne. Tehát olyan tapasztalatokat szerezne, amit később is hasznosíthat. Maga mit szerzett? Jót és rosszat, keserűt és édeset? Én azt hiszem, hogy elsősorban csak jót tudok mondani. Mert amit én a filmes szakmától kaptam, az nagyon jó, és arra nagyon büszke vagyok, és az elért sikerekre is nagyon büszke vagyok. Tehát az, hogyha néha nem hívnak forgatni, az egyáltalán nem elkeserítő, hiszen tőlem sokkal nagyobb színészek se kapnak állandóan szerepet, és az, hogy én nem színházba dolgozok, és ugyanúgy 3 évben, ha egyszer felkérnek egy színházi dolgozót is filmkészítésre, az se... Nincs többet vászon, csak közönség előtt van. Én nem dolgozom színházba, de ha filmben hívnak, akkor nagyon szívesen vállalom, és szoktam is. Igen, én azt hiszem, hogy én nagyon jól meg tudom ezeket a dolgokat élni, hogy meddig szabad az embernek jó érezni magát,
beleéni magát abba, hogy ő körülötte forog a kamera, és 50 ember van, meg a világ, és az nagyon jó érzés. De tudni kell, hogy hol a határ, és én azt hiszem, hogy tudom. Most mi a foglalkozás, amivel foglalkozik? Hát most éppen 3 éve házfelügyelő vagyok. Ez a fő foglalkozásom. És a lakásban, ahol most vannak, most hányan élnek? Mert egy tisztes, rendes, szép lakás, de jó néhányan vannak itt. Hát igen, jó néhányan vagyunk. Tavaly nyáron elkezdtünk építkezni, és azóta folytatjuk az építkezést, csak anyagi okok miatt nem nagyon sikerül. És addig, amíg építkezünk, nincs kész a ház, addig édesanyámnál lakunk. Úgyhogy meg a húgom is itt van, ő neki most született egy pici babája, úgyhogy 7 vagyunk ebben a lakásban. Meg az én fiam, mi 3, meg ők, úgyhogy vagyunk egy párom. De jól el vannak. Ó, nagyon jól el vagyunk, abban probléma nincs. Én a férjében, aki most nincs itt a képernyőn, illetve a kamera közelében, egy nagyon karakán embert ismertem meg, aki, ha meglátod minket a babja, elkezdett porszívózni, holott nincs kosz a lakásban. Férje mit szól mindehez? Én azt hiszem, hogy örül és büszke. Akkor nagyon szeretik egymást, az a hír járja. Hát 10 évi házasság után még szerethetjük egymást, azt hiszem. Vannak-e színész barátai? Olyan emberek, akik esetleg magát segítik, tanácsokkal látják el? Hát ilyen a közelségemben nincsen, mondhatom azt, a családomon kívül, mert azt mondhatom, hogy a családom a legmesszebben, akik segítenek, és de színész barátok úgy, amikor Pesten vagyok, hogy mindenkivel jóba vagyok, mindenkivel beszélgetünk, de úgy, hogy a forgatás utána megkeressenek, vagy én megkeresem őket, ilyen nincsen. Semmi. Addig, talán a 80 kilométer? Nem hiszem. Hát akkor? Amikor az előbb bekapcsoltuk itt a lámpákat a lakásban, mondtam, hogy hát bizony csuda nagy fény van. Mondja, hogy jobb lenne minél több ilyen fény. Hát igen, hát mindenki többet szeretne filmezni, forgatni, az mindenkinek jó. Úgy érzi, hogy be kéne kerülni egy olyan csoportba, amelyik magát elfogadja, működtet és mindenhol magával viszi? Nem tartom szükségét az ilyennek. Akkor inkább jobb így kívül. Ismét házi jogászom ki a szó, akitől elnézést kérek, az imént dr. Szabó Péternek neveztem őt, meg dr. Szabó Sándor. Ugye a sikerről beszélgetünk ebben a mai műsorban, és bár én nem csak az anyagi sikert tartom egyértelműen sikernek, szóval én ismerek olyan embereket, akik valóban sikeresek, boldogok, és nem azért, mert rengeteg pénzük van, de azok az emberek, akik sikeresek az üzleti életben, és köztudottan sok pénzük van, ugye, hát a sajnos egyre inkább romló közbiztonsági viszonyok között több veszélynek vannak kitéve, mint egy átlagember. És mostanában ugye hallottuk, olvastuk, hogy még a riasztó fegyvereket is be kell jelenteni a rendőrségen, mert komoly börtönbüntetés jár a bejelentés elmulasztásáig. Mi van az igazi fegyverhasználattal? Ki kaphat, hogyan kaphat? Mi ebben az ügyben a helyzet, a pillanatban? A fegyvertartás nem egy alanyi joga az embernek. A világ minden országában kötött szabályok rendezik, hogy ki hogyan juthat fegyverhez és hogyan tarthat fegyvert. Az Egyesült Államokban szinte az ember bemegy a boltba, és azt mondja, kérek egy revolvert, és azt tessék, és viszi. Ez igaz, de azért ott is egy felnőttkorúság szükséges hozzá, ott is kell egy lakása, hogy legyen valakinek, persze hamis címet bejelenthet. Tehát ott is van szabály, ha minimális szabály is. Igen. És ott is a felhasználásnál van a kötöttség. Magyarországon a 115-ös 91 évi kormányrendelet szabályozza a fegyvertartás szabályait, és a 14-es ugyancsak 91-ből belügyminiszteri rendelet. A jogszabály kimondja, hogy hatósági engedély, hatóság alatt rendőrhatóságot kell érteni, szükséges a fegyver, a lőfegyvereknek a megszerzésére, tartására, forgalmazására, lőtérüzemeltetésre. Érdekes módon még a színházi műfegyverek, riasztó fegyverek használatához is rendőrhatósági engedély szükséges. Ez természetes, hogy engedélyhez kötött. Az engedélyt negatív oldalról közelíti a jogszabály, azt mondják, hogy ki nem kaphat fegyvertartási engedélyt, fia kiskorú, tehát 18 éven aluli, vagy olyan személy, aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró rendelkezés alatt áll, vagy az a személy, akit szándékos bűncselekmény miatt elítéltek, és még nem mentesült a büntetetőjéhez fűződő hátrányok alól, vagy pedig nem tud gondoskodni a fegyver tartásáról, ki van zárva a fegyverviselési engedély megkapásától. Mindenképpen szükséges, hogy szabályozva legyen a kérdéskör,
vizsgához kötik, egészségi alkalmasság is szükséges pozitív oldalról, elmélet és gyakorlati vizsgát kell tenni a fegyvertartáshoz, de mégis azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne elsősorban fegyvert akarjon szerezni, hanem bízza a rendőrsége az élet és vagyonvédelmet, hiszen ez elsődlegesen a rendőrségnek a feladata. Egy-két évvel ezelőtt még a Köröndig ért az a hosszú sor, amely fegyvertartási engedélyért állt sorba az András út 93-ban. És hogy a vasárnapi Turmix nézőinek a fegyvertartási engedélyről beszélünk, ez azért van, mert jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy kinek lehet mondjuk légfegyvere, kinek lehet mondjuk önvédelmi fegyvere, netán gázfegyvere. Március 31-ig kellett megújítani mindenkinek a fegyvertartási engedélyét, ezért állt ilyen hosszú-hosszú sor itt a Köröncsarkáig. Most már ugyan hát lejárt ez az idő, de még azért van valami kis türelmi időt, azért adunk az állampolgárok részére, hogy bejelentsék még, aki esetleg elmaradt ezzel a kötelezettségét, tehát hogy teljesíteni tudja, hogy a fegyvere továbbra is megmaradjon. Az önvédelmi fegyvereseknek a köre nagyon le van szűkítve. Hát ott mondható, hogy a polgármesteri úgymond szint, az az alsó szint, az alatt nem igen adható, tehát nagyon-nagyon indokolt esetben külön engedély alapján tarthat valaki csak marokkos fegyvert, tehát pisztolyt. Lehet-e nekem mondjuk gázpisztolyom odahaza? Aminek meg kell feleljen büntetlen előélet, például ez az elsődleges, és egyéb más vizsgálatok alapján kaphat az illető gázriasztó fegyvere tartás engedélyt. Tehát jóval nagyobb ezeknek a köre, akik ilyen gázriasztót tarthatnak, mint az önvédelmiseknek. Most mi van azokkal, akik nemes vadát szenvedélyüknek hódolnak, vagy nem egyszerűen célba lőnek passzióval a telken? Erre is van lehetőség a légfegyverek használatára, tehát ez az új jogszabály engedi légfegyverek tartását, ami viszont 7,5 zsúl fölött van, ugye az már lőfegyvernek minősül, ahhoz engedély szükséges. Meg kell tanulni ezekkel a dolgokkal bánni, tudni kell annak használatát, mert nyilván, mint ahogy az előbb is említettem, ha nem jogosan használja az illető a fegyvert, a gázriasztó fegyvert, ezért súlyos szankciókkal büntetik az illetőt. Ha ezt megtanuljuk, ezért is vannak ezek a vizsgakötelezettségek, tehát mind a vadászfegyver, a gázriasztó fegyvere, és ugyanúgy vizsgát kell tenni, tehát csak utána kapja meg az illető. Tehát, hogyha tisztában van ezzel a fegyverrel, akár az éles fegyverrel, akár a gázriasztó fegyverrel, hogy ezt mire lehet használni, hogyan lehet használni, nyilván nem fog vele elkövetni olyan bakit, az elkerülhetetlen minden országban, ugye megvannak ezek, hogy vannak renitensek, hogy úgy mondjam, mert nyilván ezekkel szemben egy a törvény megfelelően fel fog lépni. Most pedig ismét Tili Toli következik. Eddigi játékos társaink nagyon sikeresnek mondhatják magukat a mai napon. Most ismét a vasárnapi Turmix emblémáját lehet kirakni majd. Az előbb azt hiszem egy picikét könnyű volt a játék abból kifolyólag, hogy ott alul a Rare Peugeot feliratban ugye ott látható az oroszlán, és ez egy kicsit könnyítette a játékot. Van valaki a vonalban? Romhányi Gyuláné vagyok. Üdvözlöm, ismeri a játék szabályait? Igen. Akkor kezdhetjük, és azt hiszem, amint a gép összekeverte a képet, igen, kezdhetjük. Egy, ötös, igen. Kettes, hármas, négyes. Az nem lesz jó, csak az üres kocka mellett itt lehet. Kettes, igen. Egyes, Istenem. Négyes, ötös, négyes. Nagyon közel volt. Igen. Ötös, négyes, hatos, ötös, hatos, kilences, nyolcas, hetes, négyes. Egyes, kettes, hármas, négyes. Fogy közben nagyon az idő. Hatos, négyes nem jó. Hatos, öt, négy, hét, nyolc, öt, kilenc, akkor nyolc, kilenc, hat, öt, úgy látszik, elkiabáltam a mai sikeres játékosokat, illetve köszönöm, hogy játszott velünk, viszontlátásra. Akár az ablakon nézünk ki, akár a mögöttem lévő térképet nézzük, az eredmény ugyanaz.
tavasz van, kirándulásra alkalmas idő, és tudják ezt azok a békák, gőték és egyéb kedves kis hüllők is, akik téli szálláshelyükről most indulnak nyári rezidenciájuk felé, bár valószínűleg ők nem nézik a tévé képernyőt. Úgyhogy kérem az autósokat, akik a Fertő-tó körül autóznak, illetve a kettes számú főúton az Ipolyságban, Drégely, Palánk és Parasapuszta között, hogy a kis állatokra vigyázzanak, ezzel persze önmagunkra is vigyázunk, és vigyázzanak azokra az önkéntes segítőkre, akik este egészen éjfélig az állatokat szállítják át az út egyik oldaláról a másik oldalra. Természetesen az utakon nem csak békák vannak, hanem autósok is, hiszen nyilván sokan elindultak kirándulni, többek között a kettes számú főúton is, Szlovákia felé. Nos, akik Szlovákiába mennek, ne feledjék, hogy az Ipoly hidat Balassagyarmatnál lezárták, tehát ne a 22-es úton induljanak el, hanem válasszák Parasapusztát a kettes úton, vagy egy kicsit távolabb, ha nyugat, illetve kelet felől jönnek, a Somoskőújfalui határátkelő helyet. Akik pedig itthon akarnak maradni és nem külföldre mennek, azok is találnak itthon számtalan jó programot, többek közt a cserénfai enduro motorversenyt, erre kiváló idő van egyébként. A pálya a 67-es és a 66-os főút felől érhető el, oda még most is érdemes elindulni, de kérek mindenkit, hogy arra figyeljenek, csak kijelölt helyen álljanak meg gépkocsiaikkal, ezzel elkerüljük a bosszúságot, elkerüljük a torlódást, és akkor ebben a ragyogó tavasz időben mindenki jól érezheti magát. A műholdas adásokon sokszor láttuk már a fantasztikus biliárd és Rex bajnokságokat. Azt hiszem, hogy ezek sokkal komolyabbak, mint egy egyszerű, mondjuk kávéházi szórakozás, amit a filmeken gyakran látunk. Ezek már igazán nagyon komoly tétekre mennek. Nos, most látunk egy interjút egy olyan úrral, aki nagyon-nagyon sikeres, 14-szeres világbajnok, és én azt tudnám mondani, hogy a film után, akinek kedve van, és nagyon megkedveli a biliárdozást vagy a rexezést, az jelentkezhet a Rex Williams Snooker Clubnál. Most lássuk a filmet. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Pető Sándor urat, aki Angliában, Londonban él, építész, és akinek köszönhetjük, hogy Rex Williams minden idők legsikeresebb snooker játékos a Budapestre látogatott, sőt, a nevét adta valamihez. Örülök, hogy ezt az örömet megszerezhetem. Nekem ez nagyobb örömet ad. Ha jól tudom, akkor Rex Williams első ízben adta nevét Európában egy snooker klubhoz. Első ízben. Mi vagyunk ebben a szerencsés helyzetben. Gondolom, hogy bőségesen az ön keze benne van. Igen, megkértem, de egy halálosan rendes ember, és nem merte visszautasítani. Hányszoros világbajnok ő? 14-szeres biliárd világbajnok, Rex. Na most itt borzasztó, látványos dolgokat, elképesztő dolgokat láttunk itt az asztalon. Milyen trükkök ezek tulajdonképpen, milyen játék ez? Ezek kimondottan csak trükk löketek, amit játékmenetben, akár biliárdban, akár snookerban nem alkalmaznak. A mindkét játékhoz rendkívüli szakértelem szükséges. Ezekben a szépség az, hogy bemutatja, hogy milyen szakértelmet lehet elérni. Rex Williams mióta gyakorolja ezt? Úgy tudom, 50 éve, 9 éves korában kezdte. Akkor tulajdonképpen professzionális játékos? Az. 20-valahány éves kora óta profi, de lehet, hogy előbb. És születni kell, hogy az ember ezt a golyókat pont oda tudja belökni, és pont abba az irányba, és megmozgatva a többit, ahogy az élik? Hát, egy bizonyos színvonalat, amatőr színvonalat meg lehet tanulni bárkinek, és illő is megtanulni bárkinek. Profi színvonalat is el lehet érni kemény munkával, de mondjuk, hogy a világ ranglista első 20 sorozatba valaki bekerüljön, ahhoz született tehetséggel sajnos. Na most mi a különbség a biliárd és a snooker között? Mert számomra én egy mezei ember vagyok, betévedtem, ránéztem, zöld posztó, nagyasztal, dákó, golyók, biliárd. Igen. Hát mind a két játékot biliárd asztalon játsszák. A biliárd született először, mint sportjáték, utána következett sokkal később a snooker, tehát a snooker biliárd asztalon játszák. A nagy különbség az, hogy a biliárd három golyóval játszák, ezzel szemben a
A snooker sokkal több, ugye ott van 15 piros és 6 színű, plusz a fehér. És a játéknak a menete emiatt óriási mértékben különbözik egymástól. Én gondolom, hogy közösen adhatjuk át a meghívót a kedves nézőknek vasárnap délre, amikor is itt a Ménesi úton a klubban jelentkezhetnek tagságra, és ön garantálja, hogy Rex Williams is itt lesz az új belépők között. Itt leszünk, igen. Itt leszünk, délután is itt leszünk. Én egy építész vagyok, és körülbelül 12 éve beleszerettem ebbe a játékba, nem tudom, hogy miért, de nagyon érdekesnek találom, és én nem tudok magam játszani, de imádom. Nagyon érdekes sport. Nem tudom, Cini, befizetted-e már az autód súlyadóját? Be. Igen? Én olyan mázni fogok képzelni, életemben először is szerintem utoljára katalizátoros az autó, hogy én csak a felét fizetem. Én is. Igen? De én azt hiszem, hogy ennek ellenére mind a ketten és mindannyian nagyon sokan ebben a városban és minden világvárosban, de nálunk azt hiszem különösképpen iszonyan szenvedünk a mérgező gázoktól, nem? Ha egy terautó elmegy melletted, abban a pillanatban minden ablakot fel kell húzni és minden levegőt megszüntetni, mert... Így iszonyatos van. A levegő. Na most úgy tűnik, hogy jó pár olyan, ezek főleg szerintem teherautóktól, buszoktól, nagyautóktól vannak. Úgyhogy most úgy tűnik, hogy talán ezen valamennyit lehet segíteni, mert már a Nyugat-Európában is bevált, és néhány olyan teherautó fog érkezni hazánkba, ami talán segít abban, hogy nem érgeződjünk annyira. Nem szokványos eset, hogy valaki nőlétére teherautók eladásával foglalkozik. A cég helyzete és adottságai hozták azt, hogy mi Iveco márkájú teherautókkal kezdtünk el foglalkozni, ugyanis a történet előzménye az, hogy testvér cégünk személyautók leasingbeadásával, értékesítésével foglalkozik, és az infrastruktúra e vonatkozásban már rendelkezésre állt. Eladási telepek, szervizhálózat, alkatrészellátás. Nekünk csupán csak tovább kellett egy lépéssel lépnünk, és a választékot kibővíteni úgy, ahogy azt a piac igényei megkívánják, a 3,5 tonnás összsúlyú teherautók irányába. Itt kezdődik ugyanis az Iveco a professzionális haszonjárművek kategóriája. Mennyiben különbözik az Iveco azoktól a kis teherautótól, amit Magyarországon eddig lehetett kapni? Egyrészt környezetkímélés, másrészt fogyasztás szempontjából lényegesen kedvezőbbek. A fülke kiképzése például bármelyik luxus személyautó kényelmét nyújtja. Ezen kívül ebben a kategóriában található az év kamionja, az Eurocargo, amelyiket a szakemberek már a 21. század járművének neveznek. Egy típus, mondjuk a 60-as, az cirka 120 féle változatban létezik. Gyakorlatilag ez úgy funkcionál, mint egy mérték utáni szabóság. A vevő bejön és elmondja, hogy milyen felhasználási célnak kell a kocsi megfeleljen, és akkor ehhez képest mi tudunk legalább háromféle motor teljesítményt, kétféle fülkét ajánlani, két-háromféle rugózást, és arról már nem is beszélve, hogy legalább négyféle alvász, hossz és plató változat létezik a 4 métertől a 7 méteresig. A felépítmények száma pedig egyenesen végtelen. Irodánkban a Váci utca 36-ban, valamint telepünkön a Máriási utca 5-7-ben megtekinthetők. Már 36 hónapos leasingre is kínáljuk. Pillanatnyilag készleten van a 1,5 tonnás gyuti, a 3,5 tonnás Iveco furgon és a 6 tonnás Eurocargo. A tévékeresztrejtvény egy családi fejtörő. Ebben a játékban, a vasárnapi Turmixban önök nyerhetnek egy Mercedest, sok érdekességet, ötletet és ismeretet. Gyerekek és felnőttek. Jelentkezzetek a játékra a TV-keresztegyvény újságban. Ez egy gyerekjáték, felnőtteknek is. Üdvözlöm a vasárnapi Turmix és ezen belül a családi keresztrejtvény nézőit. Családi vetélkedőnk negyedik fordulójához érkeztünk el, melyben most is, mint már eddig megszokhatták, három család versenyez egymással a döntőbe jutásért. A szuper döntőre 8 hónap múlva kerül majd sor, ahol a legjobb csapatok versenyeznek egymással a fődíjért. A fődíjért a hófehér álomautóért, amely a Merco projekt és a Postabank közös ajándéka.
Tehát nem kicsi a tét, érdemes játszani, érdemes jelentkezni. És hogy hogyan? Önöknek nincs más dolguk, mint hogy megvegyék a Családi Keresztrejtvény újságot, a benne lévő jelentkezési lapot kitöltve beküldjék a labban feltüntetett címre, és közjegyző által ellenőrzött sorsoláson vesznek részt ezek a szelvények, amely utána kisorsolják a szupernyereményt, a Mercedes személygépkocsit. Nos, ezen a meneten este keresztül a jelenlévő családok, akiket már be is mutatok önöknek, elsőként az A csapatot, kérem szépen mutatkozzon be és mondjon egy pár szót magáról. Szombathelyről érkeztünk, a férjem Tóth Tibor, rokkant nyugdíjas, én Tóth Tiborné vagyok, gyógypedagógusként dolgozom, a fiam pedig Tóth Norbert, másodikos gimnazista. Köszönöm szépen. B csoport, a Kovács család. Kovács János vagyok, Borsodnádorról jöttünk, a helyi elemeletjára dolgozom, mint öltő, a feleségem, Ózdon ápolónő, és a kislányom, negyedik osztályos általános iskolai tanuló. Köszönöm szépen, és végül, de nem utolsó sorban a C csapat. Önöket is kérem szépen mutatkozzanak be, és egy pár szót mondjanak magukról. Brumár János vagyok, kedvenc anyósom ül mellettem, Kovács Tivadarné, és lányom Kovács Noémi. És ha jól tudom, nem teljes a család, mert van még önöknek egy családtagjuk. Igen, van még egy családtag, egy kutyus, azt Fair Play díjra pályázunk, és az kimaradt a kocsiban. Köszönöm szépen. És akkor kezdjük is el a játékot. Kérném szépen, hogy a Tóth család mondja az első szót. Vízszintes aladár kettes. Vízszintes aladár kettes. Mindjárt látjuk a hozzátartozó képet. Ez egy 11 betűs megfejtés, és egy atlétikai szakágat kérnék szépen. Mit lát a képen? Esetleg arra gondoljon, hogy mi az, távolugrás. Hát, majdnem. Úgy hármas ugrás. Hármas ugrás. Azért nem fogadjuk el, elnézést kérek. Tovább megyünk. B csapat, Kovács család. Aladár, vízszintes négyes. Vízszintes aladár négyes. Kérjük szépen a hozzátartozó képet. Ez egy 9 betűs szó. Egy kártyalapot lát ön. Melyik lehet ez a kártyalap? Piros alsó. Piros alsó, nagyszerű. Ez már is 9 pontot jelent önöknek. És a C csapat, a Brumár család. Függőleges Béla kettes. Függőleges Béla kettes. Azt hiszem, hogy ilyen nincs. Bocsánat, függőleges Béla egyes. Béla egyes, így igen. Kérjük szépen a hozzátartozó képet. Ez egy 5 betűs szó. Jáki templom. Jáki templom, bocsánat, 11 betűs, nagyszerű. 11 pontot jelent ez önöknek. Ismét az A csapat, a Tóth család. Függőleges F2-es. Függőleges Ferenc 2-es. Rögtön érkezik a hozzátartozó kép is. Szabad György. Így van. Országgyűlés elnöke, Szabad György. 6 pontot jelent ez önöknek. B csapat, Kovács család. Függőleges M 1-es. Függőleges, még egyszer legyen kedves? Függőleges M 1-es. H. Elnézést, H. Függőleges Hedvig 1-es. Hedvig 1-es, igen. Mit lát a képen? Egész. Egész. Nagyszerű. 3 pontot jelent ez önöknek. C csapat, Brumár család. Függőleges László 3-as. Függőleges László 3-as. Rögtön látjuk a hozzátartozó képet is. 11 betűből áll a hölgy neve, akit ki kéne, hogy ön találjon. Talán esetleg annyit tudok segíteni, hogy egy tánccal énekesnőről van szó. Ki lehet ő? 11 betű, és énekesnő. Vince Lilla. Vince Lilla, így van, nagyszerű. Akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban, ő az élő megfejtésünk. Szervusz, Lilla! Ha segítenél nekem, egy kicsit bajban vagyok.
Légy szíves, ide gyere mellém. És megkérlek, hogy egy pár szót mondjál nekünk magadról. Hát az az igazság, én egy friss ember vagyok most, ugyanis annyira friss, hogy másfél hete van a lemezem a boltokban, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szeretném ezt most átadni a nyertesnek, és gratulálok. A téged megfejtő családnak. Megfejtett, igen, és hát várom a visszajelzéseket, és természetesen ugyanúgy izgulok, mint máskor is. Még egy kicsit mesél magadról, mi a terved a jövőre nézve? A jövőre nézve természetesen a lemezt, és természetesen szeretnék koncertezni is, ami úgy néz ki, hogy ősszel, illetve nyár végén. És hol? Ez még titok, majd a jövő titka. Akkor légy szíves, add át az ajándékot. Tehát akkor a C csapatnak, Brumár családnak. Gratulálok, és ugyanolyan örömet, mint amilyen a győzelem is. Csak a mellékelek még kis szórólapot is. Hát én gratulálok egy kicsit. Elég. Köszönöm szépen. És addig elmondom, hogy Lila nem csak az őt kitaláló csapatnak hozott ajándékot, hanem a televízió nézőinek is. Ha nem is lemezt és nem képet, de az egyik lemezen található egyik nagyszerű dalt, a Maradunk a Dunapartján címűt. Köszönjük szépen, Lilla! És megyünk is tovább, ismét az A csapat, a Tóth család, igen. Vízszintes Cecil 12-es. Vízszintes Cecil 12-es. Ez egy 11 betűből álló szó. Rögtön kapjuk a hozzátartozó képet is. Szombathely. Nagyszerű, Szombathely. Nagyon jó. 11 pontot jelent ez önöknek. B csapat, Kovács család. Vízszintes, Elemért 10-es. Vízszintes Elemért 10-es. 9 betűből áll ez a megfejtés. Egy híd látható a képen, vajon melyikre gondoltunk. Egy betű már meg is van belőle, az utolsó, az I. Talán sokat segít. Valamelyik híd. Melyik? Margit híd. Nagyszerű, így van. 9 pont. C csapat, Brumár család. Függőleges Dénes 7-es. Függőleges Dénes 7-es. 3 betű, rögtön látjuk a képet is. Annyit tudok segíteni, hogy egy holland királyi légitársaságnak a rövidítése. Károly László Mária. Nagyszerű. Nagyon jó. 3 pont. Ismét a Tóth család. Vízszintes Dénes 7-es. Vízszintes Dénes 7-es. 7 betűből áll a szó, amit meg kell önnek fejteni. És gondoljon a futballra, mi történik most a képen, mi az, amit lát.
futballra gondoljon. Az első betű megvan belőle. Egy mozzanata. A kidobás. Így van, kidobás. Nagyon jó. 5 pont. B csapat, Kovács család. Függőleges Ilona 6-os. Igen, függőleges Ilona 6-os. 3 betűből áll a szó, amit meg kell önöknek fejteni. Azonnal látjuk is a képet hozzá. Hát, mit... így van, így van. Pár. 2 pont. C csapat, Brumár család. Függőleges Ferenc 9. Függőleges Ferenc 9. 5 betűből áll a szó, amit önnek meg kell fejteni, illetve önöknek. És rögtön kapjuk hozzá a képet is. Gamma. Így van, gamma. 5 pontot jelent ez önöknek. És ismét a Tóth család, az A csapat. Függőleges Helén 7-es. Függőleges Helén 7-es. 6 betűből áll a szó. És azonnal érkezik hozzá a kép is. Talán annyiban tudnék önnek segíteni, hogy egy középkori méregkeverő hölgyről Borgya. Van szó. Így van, nagyszerű. Nagyon jó. 3 pontot jelent ez önöknek. Kovács család, P csapat. Kérném a Dezső vízszintes 7-est. Vízszintes Dezső 7-es. 7 betűből álló szó. Azt hiszem, hogy ezt már kérték. Legyen kedves egy újat mondani. Elnézést. Igen. Vízszintes Aladár 8-as. Vízszintes Aladár 8-as. 5 betűből áll a szó, és az egészségügyben a betegekkel foglalkozó személy. Ápoló. Így van, ápoló. 5 pontot jelent ez önöknek. Brumár család, C csapat. Vízszintes Ilona 6. Vízszintes Ilona 6-os. 5 betűből álló szó. Pince. Így van, pince. 3 pont. Ismét a Tóth család. Függőleges Dénes 2-es. Függőleges Dénes 2-es. 4 betűből áll a szó, amit meg kell önnek fejteni. Mór Marian. Így van, Madách Színház kiváló művésze. Kovács család. Függőleges Ferenc 2-es. Függőleges Ferenc 2-es. Azonnal érkezik hozzá a kép is. Ez már meg van fejtve. Kérnék szépen egy másikat. Függőleges János 5-ös. Függőleges János 5-ös. 3 betűből áll a szó. Ki lehet ő? Kis János. Így van, az SZDSZ volt elnöke, Kis János. Brumár család. Függőleges Dénes 11. Függőleges Dénes 11-es. Igen. 3 betűből áll a megfejtés. Őze. Így van, Őze Lajosra gondoltunk. Ismét az A csapat, Tóth család. Függőleges János 9-es. Függőleges János 9. 4 betűből áll a szó, amit önök meg kell fejteni. Egy állam neve. Utak. Az amely... Így van. Így van. 2 pont. B csapat. Függőleges János 1-es. Függőleges János 1-es. 3 betűből áll a szó. Dunaparti város. Vác. Így van, Vác. 2 pont. Brumár család. Vízszintes Elemér 6. Vízszintes Elemér 6-os. Ismét egy 3 betűből álló szó. Érkezik hozzá a kép, és hát egy német sörfajta. Dab. Egyértelmű, igen, dab. Köszönöm szépen. Ismét az A csapat, a Tóth család. Vízszintes Kálmán 4-es. Vízszintes Kálmán 4-es. Megint egy 3 betűs szó. Sín. Így van, Sín. 2 pont.
B csapat, Kovács család. Függőleg, vízszintes. Igen. Kálmán 8-as. Vízszintes, Kálmán 8-as. Megint egy hárombetű szó. És a közepe már megvan. Tej. Mit látunk? Így van, tej. 2 pont. Köszönöm szépen. C csapat, Brumár család. Vízszintes, Aladár 6. Vízszintes, Aladár 6-os. Megint egy hárombetű szó, illetve név. Bem. A szobornak a nevét, így van. 2 pontot jelent ez önöknek, és megint a A csapat, a Tóth család. Vízszintes, Aladár 10-es. Vízszintes, Aladár 10-es. Ilyen, igen, 3 betű. Rom. Így van. 2 pont. Kovács család. Vízszintes, László 1-es. Vízszintes, László 1-es. Azt hiszem, hogy ilyen nincs. Nézze meg, legyen kedves jobban, hogy... De van. Van. Van ilyen? Van, igen. Vízszintes László 1-es? Igen. Kérdezem kollégáimat, nincs? Nincs ilyen, hogy vízszintes László 1-es. Kérünk szépen egy másikat. Függőleges Márton 1-es. Függőleges Márton 1-es. Ilyen sincs. Vízszintes Aladár 13-ast kérném. Vízszintes Aladár 13-as. 12-es. Nem. Elnézést kérem. Legyen kedves még egyszer? Vízszintes Aladár 13-as. Már csak a G8-as van. Akkor azt kérném. Elnézést kérek, én nem figyeltem. G8. Megint egy 3 betűs megfejtés. Bor. Így van. Köszönöm szépen. Hát nagyon gyorsan végeztünk ezzel, gratulálok mindannyiuknak. És kérném szépen a vissza egy pillanatra az ábrát. 35 ponttal első helyezett lett a C csapat, a Brumár család. Nagyon jól játszottak. Második a B csapat 31 ponttal, a Kovács család, és végül, de nem utolsó sorban az A csapat, a Tóth család. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen ügyesen játszottak, és kérném szépen meghívott vendégeinket, akik a játék a győzteseinek átadják ajándékaikat. Elsőként a Szerencsejáték részvénytársaságtól Bajai Ernőt kérném szépen, a Keresztrejtvény királyt, aki játékunk megalkotója. Hát a rejtvényfejtésnél nem volt szerencséjük, remélhetőleg a... Egy pillanat türelmet, elnézést. Remélhetőleg a lottózásban lesz, úgyhogy 50 lottószelvényt átadok. Várják meg, míg újra lesz halmozódás, mert most a 130 milliót elvitték. Csütörtök délig ne felejtsék el bedobni a lottót. Egyébként szoktak lottózni? Nem? Köszönöm. Nagyon ritkán. Csak olyasmivel foglalkoznak, ahol a tudás számít. Igen. Nagyon ritkán szoktunk lottózni, mert nem nagyon van szerencsénk. És ezeket a szelvényeket azért ki fogják tölteni? Természetesen. Hát ezeket akkor én. Sok szerencsét. Köszönöm szépen. Önöknek is átadom az 50 lottót, Vigazdi gyanánt. Önök szoktak lottózni? Hányan? Kettő. És most ezen a rekord héten hány találatuk volt? 2 darab 1-es. 2 darab 1-es. Igen. Hát legközelebben. Remélhetően. Csütörtök délig. Kérem szépen. Nagyon szépen köszönöm. És a második ajándékozónk, Pálvölgyi Mátyás, a Providencia Biztosító Társaságtól, aki stílusosan, ha nem is az egész családdal, de 2 gyermekével érkezett hozzánk. Jó napot kívánok! Szervusztok! Kérlek szépen mutatkozzatok be nekünk. Pálvölgyi Kata vagy. Pálvölgyi Csaba. Szervusztok! Mit hoztatok ajándékként? Ajándékon különböző órákat és egyéb hasznos használati tárgyakat hoztunk. Az első díj egy fali óra, egy asztali óra és egy karóra. A második díjból hiányzik a fali óra, a harmadikból pedig az asztali óra. Köszönjük szépen, legyetek kedvesek, adjátok, mert legyen kedves. Az első helyezettnek papa és a 2 gyermek pedig a második és harmadik helyezettnek. Köszönjük szépen a nagyszerű ajándékokat,
és remélem, hogy a televízió nézői is kedvet kaptak a játékunkhoz. Önöknek nincs más dolguk, ha játszani szeretnének velünk, mint hogy megvegyék a Családi Keresztrejtvény újságot, és a benne található jelentkezési lapot beküldjék az ott található címre, és már is lehet jelentkezni, és az a szerencsés csapat, az a szerencsés család, aki bekerül a televízió képernyője elé, az már is mehet a Merkó projekt és a postaban közös ajándékáért, a csodálatos fehér Mercedes gépkocsiért. És itt a műsor, a játék végén szeretném átadni ezeket a keresztjeltvény újságokat azoknak a csapatoknak, akik ma velünk játszottak. És köszönöm szépen, és gratulálok mindannyiuknak. Viszontlátásra! Hölgyeim és uraim, ez a gyönyörű autó a Családi Vetélkedő fődíja, melyet a Merkó projekt, az ország első Mercedes autó kölcsönzője és a Postabank RT ajánlottak fel. Ezért érdemes játszani. Úgy, és elgondolkodtam azon, hogy vajon magában a szépség jelenti-e a sikert? Azt hiszem egyértelmű igennel kell erre válaszolnunk. Hát például itt vagyok ugye én, közmondásos szépségemmel, kérem, sikert sikerre halmozok, mondhatnám a zsigereimben a sikereim. Te voltál a legszebb lánya a suliban? Szépek közé tartoztam, fiúk szerint. Jó alakúak közé. Magadat hova tetted a többi lány között? Olyan természetesebb szépség voltam, mint ők, akik ők szőkik voltak, festették a hajukat és csavarokkal közlekedtek legtöbbször. Szerinted mi döntött a te javadra? Ezt utólag hallottam a pszichológustól, és Kálai Ferenc is mondta, hogy az intelligencia teszten én voltam állítólag a legjobb. Furcsa, hogy egy szépségversenyen az intelligencia teszt dönt. Szerintem a szépséghez hozzátartozik az intelligencia, az egyéniség, magabiztosság. Talán a verseny előtt az álmaid között szerepelt az, hogy megnyert, hiszen azért indultál, nem? A legszebb, meg a legvadabb álmomban sem mertem volna gondolni, hogy én első leszek. De teljesen váratlan volt, én nem is készültem ilyenekre. Most akkor miről álmodsz? Hát, hogy jól helytálljak, tehát én képviselem Magyarországot, jól helyt kell állnom. Nem félsz, hogy megváltoztatja nagyon az életedet? Sőt, te magadat, önmagadat is? Hát, hogy nem szeretnék belülről, tehát önmagamat nem szeretnék, hogy átalakuljak belülről. Mondjuk annyiban biztos, hogy változni fog az életem, hogy sikeresebb lettem már most, és esetleg sikeresebb leszek ezután is. Meg többen megismernek az utcán, akkor rám köszönnek. Szóval a hírnév az inkább ami változott. Szempont volt-e, hogy most a világ közízlése, az vajon milyen irányba halad? Szerintem az volt a döntő, hogy egy olyan lány menjen, aki egy magyar lány, tehát magyarok általában barna hajúak, és ezért gondolom, hogy nem szőkét választottak, hanem az intelligencia is, meg ott is fognak kérdezni, gondolom, angolul kell majd válaszolni, és ez egy döntő dolog, hogy tudok valamennyire angolul. Amikor Patkó Dóra éppen Patkó Dóra, akkor nem pedig Miss Universe Hungary, akkor mit csinál? De legtöbb lány, 19 éves, járok szórakozni, barátokkal összejárunk, sportolok, szeretem a nyüzsgést, a mozgást, a táncot, nagyon jó esik a magány, és ilyenkor mindig itthon vagyok, kertbe. Van barátod? Most per pillanat nincsen. Szüleid, ők mit szóltak ehhez a dologhoz? Hát aggódnak, meg féltenek, és mindig mondják, hogy ügyes, okos legyek is, és ha vigyázzak magamra. Mi lenne számodra a legjobb, hogyha egy év múlva miről beszélgetnénk? Hát, hogy milyen sikereim voltak, és milyen távlati céljaim lesznek arról. Bocsánat, kicsit félrefigyeltem, ez még a tegnapi fáradtság, azt hiszem. Szóval most szép lányokról volt szó, most megint szépek fognak következni, de akik nem csak pusztán szépek, hanem sportolnak, és nagyon-nagyon jól sportolnak, és úgy hát a kettőnek az ötvözetében vannak, szépek, sportolnak, szóval. Az igazság az, hogy mi nem vagyunk bizalmatlanok, de azért nagyon szépen kérjük, hogy mindenki fényképes levelet küldjön, mert hát ezért szeretnénk látni itt, hogy mégis ki az, aki igazán szép, szóval nem csak magának legyen szép, hanem nekünk is. Szóval akkor egy ilyen film következik most.
napot kívánok! Üdvözlöm a vasárnapi Turmix nézőit! Solti Krisztina vagyok, magasugró, és köszönöm, hogy meghívtak a Sport Szépei versenyre. Legjobb eredményeid? 188-at ugrottam eddig a legnagyobbat, és ezzel voltam junior bajnok, felnőtt bajnokságon második, de a legjobb eredményemnek inkább a Európa Kupa B-döntőbe a második helyezést tartom. Azt mondják, hogy az atléták közül is a legszebbek a magasugró lányok. Ez véletlen? Vagy egyáltalán így van? Hát remélem nem vagyok elfogult. Szerintem igen. Nemzetközileg is, vagy csak a magyar mezőnyben? Nemzetközileg is nagyon sok szép magasugrólány van. Te nem gondoltál még arra, hogy meg kéne próbálni valahogy a szépségeddel is megélni, vagy abból? Hát abból nem hiszem, hogy meg tudnék élni, de úgy kettelésnek már próbáltam. Az mi volt? Fotózás volt és manökkenkedés, de ezt csak rövid ideig csináltam, mert terhes lettem, és most 7 hónapos a kislányom, úgyhogy azóta nem próbálkoztam. Gyerek is atléta lesz, mert hogy a papa válogatott atléta szintén. Hát, ezt majd ő eldönti. Én nem akarom befolyásolni. Tényleg szép, de a sportok szépei mellett vannak azért szép sportok is, mint például a síelés. És akinek eddig még idén nem jutott rá ideje, vagy úgy gondolja, hogy nem eleget sízett, nyugodtan elindulhat, mert bár itthon Magyarországon 20 fok fölötti hőmérsékleteket mérünk a mai napon, de ha megnézzük a hótáblát, rögtön tapasztaljuk, hogy akár 250 cm-es hó vastagságot is találunk a sípályákon az Alpokba, tehát érdemes elindulni mindenképpen, aki még szeretne síelni. Persze ezeket a hótáblákat úgy kell értelmezni, hogy 1500 méter alatt már csak 10-20 cm és az is olvad, 1500 méter fölött találhatók ezek a vastagabb hórétegek. Hasonló a helyzet egyébként a Hopokon is, tehát Szlovákiában, úgyhogy oda is nyugodtan elindulhatnak az autósok, itt is találnak nagyon jó sítelepeket, és emellett még gyönyörűen le is lehet barnulni, úgyhogy utána lehet pályázni a sportok szépei díjra. Mindezek után azt tudom ajánlani, nézzük meg egy kicsit a térképet, hogy merre is induljunk el mondjuk Szlovákiában. Aztán itt láthatók a fő csapások, amit a sízők többnyire ismernek, de aki nem ismeri, még kipróbálhatja. Természetesen az útviszonyok jók, mindenhöz azt hiszem nem hiányzik más, csak egy jó kocsi. Úgyhogy jó utat, jó kirándulást, jó síelést kívánok a RER Kft. Nevében is. Úgy elgondolkodtam vajon, hogy lehet eddig érő hóban síelni, de mindegy, ezt a sízők tudják. Siker. Vajon mi a siker egy sebész számára? És különösen mondjuk egy szívsebész számára. Nyilván az, amikor nagyon-nagyon-nagyon sok évi tanulás, előkészület után végre sikeres műtétet hajthat végre. Az ön számára is élete legnagyobb sikere volt ez a sikeres szívműtét? Hát nézze, most mondhatnám azt, hogy ez most sikernek könyvelhető el. Én inkább talán azt mondom, inkább szerencsém volt az életben, mert egyszer megadatott az, hogy azt csinálhattam, amit akarok, és amit szerettem, és ez hát nem mindenkinek adatik meg. A másik, talán az is szerencsés voltam, hogy amiket akartam megvalósítani, csak nem mind meg tudtam valósítani. Kinéz az ablakon, itt zöldül a fű, ugye, és új ez a klinika,
a szív- és érsebészet itt a klinikán is, mind mennyiségileg, mind minőségileg, és lényegesen javult az elmúlt időszakban. Tehetséges emberek nőttek itt ki körülöttem, és akkor ezt még befejezheti az ember azzal, hogy légi álmát, amire 5-6 éve készültünk, a szívátültetés, az is sikeres volt, és tulajdonképpen az első két betűnk valóban jól is van, és hát ez is egy nagy örömet, és hát ha így vesszük, maga azt mondta, hogy sikert jelent, de inkább örömet jelent talán. Mondja, hogy 5-6 évig készültek erre a műtétre. Közben föl sem merült, ahogy közeledtek az időponthoz, hogy tehát föl sem merült az, hogy esetleg nem sikerül? Talán itt is volt köztünk az első konfliktus a médiák és velem, mert én próbáltam, külföldi barátaim mondták, hogy óvatos legyek a információadással, mert az elején föl tudnak az égbe vinni, és utána hát leesél a földre, mert a beteg meghalhat, tehát nagyon várjál az információ közlés, és hiszem ez a önöknek sem, tehát a médiának se lett volna jó, hogy azt közölni, hogy meghalt aztán a beteg. Tehát főleg az első hét az, ami mondjuk a kritikusabb ilyen esetekben, aztán az első hónap, de hát szerencsére mind a kettő otthon van már, is túl vagyunk. Együtt nőttem a szívsebészettel föl, és ennek minden sikerét és kudarcát végigéltem. Tehát a szívmotorozás kezdetét, ami először kudarcokkal indult, és aztán nagyon sikeres volt és gyönyörű volt, amikor túlélték már azok a betegek azokat a műtéteket, és hát nem tagadom, hogy mondjuk az az utóbbi, amire 5-6 éve készültünk, tehát maga a szívátültetés, ez is egy nagy örömet, és nagy hozott számomra, főleg amikor az első bevarrás után, az első szívnél megütöttük a sokkolóval, mint minden esetben a szívet, és gyönyörűen kezdett működni az új szív, vagy másnap reggel, amikor láttam, hogy jön az ágyba, és a lélegeztető készülékről le van kapcsolva a beteg, hát ez nagy öröm, és hát ilyen értelemben átvitt sikernek is lehet mondani. És most vége. Úgy döntött, hogy nyugdíjba megy, úgy döntött, hogy nem műt többé. Hát nézze, ez olyan, hogy egyszer abba kell hagyni, tudja, és vagy az embernek az az érzése, hogy ezt mindig időbe kell abba hagyni, és hát ez úgy van, mint nézze egy sportoló is, hogy amikor már 100 métert még jól futja, akkor menjen, a maradjon a versenybe, és ha nyert is ezen a versenyen, és még mögötte a váltócsapatban vannak már olyan futók, akikre azt mondja, hogy nyugodtan elmehet, akkor tegye azt meg, és ne várja, hogy néhány év múlva már vesztesként fusson, mert az életkor azért a későbbiek folyamán biztos, hogy kihat arra, hogy már nem tud azon a szakmán belül újat teremteni, nem tud újat csinálni, akkor pedig jobb mással foglalkozni, vagy átadni tovább a helyet fiataloknak. Hát lassan-lassan a mai vasárnapi Turmix végére érünk. Azt hiszem, jól körbejártuk ezt a sikert, hiszen megszólaltatok a 12 éves kis futballista gyereket, és a végén itt még Szabó professzor urat is arról, hogy hát tulajdonképpen mi a siker. Hát ez végül is tegnap este ott, ami ebben a siker mámorban élünk, azt hiszem, nem? Hát bár hogy a kedves nézők telefonon mondták, egy picikét romosan és egy kicsit látszik, de hát azért romosan, de megtörve, nem? Nagyon-nagyon jól éreztük mi is magunkat is. És én azt szeretném még csak elmondani gyorsan, hogyha miután adásunk befejeződött, mert addig azért nehogy elmenjenek, van még két olyan program, amit ma még ajánlanánk. Az egyik a Kispesti Munkásotthon Művelődési Házában. Még délután 5 óráig a gyermek pardon. Ki jön gyermek... Ki jön az, de rugaszkodj gyermek... Na még egyszer. Szóval, Gyermekálmok címmel egy kiállítás tekinthető meg, ahol európai és távol-keleti sárkányokat, hajó, repülő és autómodeleket és egyéb játékokat lehet látni. És a másik, az egy picit azt hiszem, hogy a szívemből jön, ugyanis budai kutyavásár van a Marcibányi téri művelődési házban, még délután 5 óráig, ott is van szépségverseny, kutyaverseny, vetélkedő, minden az ég világon, sok szeretettel várnak mindenkit.
Te tulajdonképpen sikeresnek tartod magad? Részben. Miért csak részben? Hát, mert hol sikerem volt színpadon, hol a magánéletben, hol fordítva, de szerintem a siker az ugyanolyan, mint a boldogság, úgy nagyon rövid ideig tart, és amikor tart, akkor az ember annyira beleéli magát, hogyha elmegy, akkor az nagyon rossz. Uh-huh, ez így van. Egyébként itt említette sikert és vetélkedőt, tehát kérem szépen, kedves nézőnk, hogy jövő vasárnap, micsoda egy vasárnapi turmix lesz, kérem, párját ritkítja, ugyanis innen a stúdióból is jelentkezik a vasárnapi turmix, és egy külső helyszínről, mégpedig a Dózsa György útról, budapesti Dózsa György útról van szó. Kérem, ott is vetélkedők lesznek. Hát, hogy mondjam, egy autós találkozó. Pillanat, itt valaki, igen, parancs, hogy mit mondjak? Ki nem mond? Igen, és hát mindjárt mondom a szerdai klubot, csak egyszerre kettőt nem tudok mondani, ugye? Szóval kérem szépen, ott lesznek vetélkedők, és egy bizonyos automárka tulajdonosokat várnak oda. Nem mondjuk ki az automárka nevét, mert ugye reklámot nem csinálunk. Hát ennek a márkának ma már rakosgatták össze az oroszlánkáit, ugye? Hát annyit mondjuk segítségű, mint a keresztrejtvében, hogy P betűvel kezdődik, és Özsó betűvel végződik ez az automárka. Lesz ügyességi verseny, autószépségi verseny, és még sok minden egyéb, és most mondom. Szerdán pedig a Komédium nevű színházban, a Tükörj utcában, várjuk azokat a kedves érdeklődőket, akik kíváncsiak a vasárnapi Turmix klub estjeire és műsoraira. Hogy kik lesznek a vendégek, azt sajnos én most nem tudom elmondani, de egy valamit igen. Még egyszer az önök agyába véssük a vasárnapi Turmix megváltozott postacímét és telefonszámát. Tehát kérem szépen, az irányító szám 1054-es, Budapest természetesen, Steindl Imre utca 6. Steindl Imre utca 6, második emelet, 208-as szoba. És a szerkesztőségi telefon 13 13 582 vagy 11 17-es 440. Utolsó kérdésem hozzá, Cini, mit csinálsz most, hogy lehúzzuk a redőnyt? Most már sajnálom, mert már nem vagyok fáradt. Megyek az anyuhoz ebédelni. Jó, az jó program. És nagyon örülünk, hogy láthattak bennünket. Köszönjük szépen a szíves figyelmüket, viszontlátásra egy hét múlva.